Üdvözöljük kedves nézőinket, önök a Guta TV adását látják. Sledujete vysielanie Guta TV. Dobrý deň! Július 7-én tartotta meg 40. testületi ülését a Gutai Önkormányzat. Mai adásunkban az ülésen készült felvételeket nézhetik meg először eredeti nyelven, majd tolmácsolásban. A testület témája volt többek között a Kolbit igazgatójának megválasztása és a járdák és utak felújítása. 7. júla sa konalo 40. zasadnutie mestského zastupiteľstva. V dnešnom vysielaní si môžete pozrieť zábery z tohto zasadnutia v pôvodnom znení a následne v pretlmočení. Témami zasadnutia boli okrem iného aj voľba riaditeľa Kolbit SRO a rekonštrukcia chodníkov a ciest v našom meste. A Guta TV štábja nevében kellemes nyarat kívánunk nézőinknek. A nyári szünetre sem maradnak adás nélkül a Korvin Mátyás Alapiskola és a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola esztrád műsorát mutatjuk meg önöknek. Köszönjük, hogy minket választottak, új hírekkel augusztus 3-ai adásunkban jelentkezünk. Viszontlátásra! V mene celého štábu Guta TV vám želáme príjemné leto. Ani počas letných prázdnin nebudeme chýbať televíznej obrazovky. Odvysielame estrádne programy základných škôl Mateja Korvína a Františka Rákovciho II. Ďakujeme za vašu pozornosť. Nové správy vám prinesieme vo vysielaní už 3. augusta. Dovidenia. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vás privítal na 40. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove. Dovoľte mi, aby som privítal zástupkyňu primátora mesta, prednostu mestského úradu, vlastne on má už dovolenku, hlavnú kontrolórku mesta, vedúcich oddelení mestského úradu a všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny môžeme konštatovať, že je prítomných 12 poslancov. Konštatujem, že naša dnešná schôdza je uznášania schopná. Pred schválením dnešného programu pristúpime k voľbe náborovej komisie a overovateľov zápisnice. Písaním zápisnice poverujem pani Annu Keseliovú, sekretárku mestského úradu. A za overovateľov navrhujem pánov poslancov doktor Mikloš Viola a inžinier László Ferenc. Ferenc László és Viola Miklóst javaslom jegyzőkönyvhitelesítőnek. Lehet szavazni. Kilenc igen és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Jó, elnézést, semmi gond. Jó, akkor kérem jegyzőkönyvezni. Egyedül Ferenc László tartózkodott, tehát így 11 igen mellett jóvá hagytuk a jegyzőkönyvhitelesítők személyét. Do návrhovej komisie a javasló bizottságba javasolnám Halász Béla mérnököt, Kockás Beáta mérnöknőt és Angyal Béla mérnökurat. Angyal Béla, Kockás Beáta, Halász Béla, tehát a javasló bizottság összetétele, és most lehet szavazni. Tizenegy igen és egy tartózkodás mellett elfogadtuk a bizottság összetételét. Jó, még egyszer, ahogy mondtam, a ülésünk elején elnézést kérünk, de fontosnak tartottuk, hogy összehívjuk ezt a mai ülést. Ugye főleg a Kolbit Kft-nk igazgatói posztjára kiért pályázatot szerettük volna végighúzni. Sajnos majd, ahogy itt alpolgármester asszony beszámol, valószínűleg tartom, hogy a mai ülésünkről ezt a, hát az egyik legfontosabb programpontot le kell, hogy vegyük. Tehát a programunk, amit kiküldtünk, program 45. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kolárove, číslo 1, otvorenie 2, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, číslo 3, voľba konateľa Kolbit SRO Kolárovo, 4, vyhodnotenie verejného obstarávania na akciu rekonštrukcia chodníka a miestnych komunikácií v meste Kolárovo. A do majetkoprávnych podaní sme zaradili 5, nie, je to 5. bod. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pre športový strelecký klub X-Shot. B. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Kolárovo Sabo Roberto Manželka. C. Návrh na vyhlásenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti v zóna juh. A bode D. je návrh na pridelenie nájomného bytu
na osade Danko Pištu. Bod 6 je návrh na schválenie dvojjazyčnosti dopravných značiek na území mesta Kolárovo. Úgy tudom, hogy ez a programpont nem volt benne a kiküldött anyagokba. Halász Béla képviselőtársunk javasolta ezt a minap, úgyhogy erről külön kell, hogy szavazzunk erről egy programpontról. De ha jól tudom, megkapták anyagot most már, ugye? Jó, akkor erről, hogy pontos legyen ez a programunk, egész, erről kézzel külön szavazzunk, ki van a hatos pont, tehát a kétnyelvű közlekedési táblák kihelyezése mellett, ki van mellette. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. És a hetes pont, návrh na uznesení, határozati javaslat, nyolcas zárszó. Ezek lennének a programpontjaink. Jó, erről kérnénk szavazni. El lehet készíteni. És lehet szavazni. Többen jelezték, többen nem jelezték, de örülök, hogy határozatképesek vagyunk. Köszönöm szépen, akik eljöttek. Biztosan igazoltan hiányoznak, akik nem tudtak eljönni el mai ülésre. 12 igen mellett egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. És ha most megengednének néhány gondolatot, még mielőtt elkezdenénk a mai napi rendi pontjainknak a megtárgyalását, én megkértem Paszmár János igazgató urat, hogy jöjjön el a mai önkormányzati ülésre. Bizonyára minden képviselőtársam tudja, hogy Paszmár úr 31 év után befejezte a tevékenységet a művészeti alapiskolánkban, és a jól megérdemelt nyugdíjat fogja ezután élvezni. Én úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hiszen nem titok senki számára, hogy Paszmár János a városdíjára volt jelölve, és természetesen ezt valamikor szeptember-októberben át is tudjuk adni neki. Én úgy gondoltam, hogy ne csak az irodában néhányan vegyünk részt ezen a kis, nem is mondanám, hogy búcsúztatón, inkább köszöneten. Megkértem őt, hogy jöjjön ide el az önkormányzat elé, hiszen kollégák voltak hosszú évtizedekig, és szeretnénk neki most egy csokor virággal ezt megköszönni, és egy kis ajándékkal. Engedjenek meg azonban egy néhány gondolatot, ha nem is méltatást, hiszen ennek majd eljön hamarosan az ideje, akár egy életpályának a méltatása, de mégis szeretném megköszönni Paszmár Jánosnak ezt az elmúlt több mint 3 évtizedet. Számomra ő mindig a igazi nagybetűs igazgató volt, az igazgatók közt is, és ezt mondhatom mindenféle túlzás nélkül, hiszen aki őt ismeri, az az emberség, az a természetes viselkedés, az a segítőkészség és egyszerűség, amit Paszmár Jánosban megismerhetünk, bizony nem sok emberben van. És azt hiszem a legkisebb túlzás nélkül mondhatjuk azt is, hogy Paszmár János a város szolgálatában állt. Ő valóban szolgálta a várost minden túlzás nélkül, nem csak a munkaidejében, a művészeti alapiskolában, ahol gyermekek százai kerültek ki a kezei alól, hanem szabad idejében, akár kántorként, akár a temetéseken, azt mondhatom, büszkék lehettünk a hangjára, a tanár úrnak, hiszen akik eljöttek Gútára, és akár a templomban, a miséken, akár a temetéseken, bizony azt mondták, hogy ilyet nem hallani. De ezen kívül is, hogyha vesszük, bármire megkértük a tanár urat, igazgató urat, műsor, fellépés, gyerekek, rögtön azt mondta, hogy igen, ott vagyok, megyünk. Ritkaság volt az, aki, ha megkértem bármelyik igazgatót, hogy mire volna szükségünk, a válasz tőle mindig más volt, mint a többitől. Amikor beszélgettünk, és kértem valami feladatra, ő nem azt mondta, hogy polgármester úr, meglátjuk, nekiállunk. A legtöbbször az volt a válasz, hogy polgármester, mi ezt már megoldottuk. Tehát napra készen annyira a helyén volt, hogyha modern hasonlattal élhetnék, amit nem szeretek én ezt az internetes világot, de ő az én számítógépemen egy olyan ikon volt, amit ha megnyitottam, tudtam, hogy tisztaságot, rendet találok, mindenféle szürke képek, háttérgondolatok nélkül, minden a legnagyobb rendben, és minden tisztán olvasható volt emögött az ikon mögött. Számomra Paszmár János ilyen is marad. Nagyon szépen köszönjük, igazgató úr, és ha megkérhetnénk most egy perc erejéig. Igaz, hogy így picit magasabb vagyok, még mindig nagyon-nagyon fölhíztem, van mit tanulni.
Isten tartson meg még nagyon sokát az egészségben, és gyerálkozzunk utára. Remélem, hogy nagyon sokszor fogjuk hallani ezt a szépen. Köszönjük. Tisztelt polgármester úr, városi vezetés, önkormányzat! Köszönöm szépen ezt az elismerést, és csak néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy tudjuk nagyon jól, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Tehát én, mint intézményvezető, csak akkor tudtam ezt elérni, hogyha voltak mellettem olyan segítőkész emberek, amilyenek voltak, és innét szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki valaha a művészeti alapiskolába együtt tevékenykedett velem, hogy olyan célokat, amiket kitűztünk, el tudtuk érni és teljesíteni tudtuk. Köszönöm az összes pedagógusnak, a technikai dolgozóknak, a gazdasági vezetőnek, és bízok benne, hogy az utánam következők, mert gondolom, hogy akik ott vannak néhányan, szintén az iskola neveltjei, ebben a szellemben fogják továbbvinni ezt az iskolát, és művészetet kedvelő és szerető ifjúságot fognak nevelni, a tehetségesebbekből pedig olyan művészeket, akik méltóan öregbítik Gútaváros hírnevét. Köszönöm szépen még egyszer a bizalmat. Köszönöm szépen, és örülök neki, hogy Paszmár János előtt ül a közénk. Szerettem volna így megköszönni neki tényleg. Nem is megköszönni, elbúcsúzni, de mondom még egyszer, egy egész életpályát fogunk tudni méltatni majd, amikor a Gútaváros díját át tudjuk adni igazgató úrnak. A tisztelt kollégáim, még egyszer elnézést, hogy ebben a nagy forróságban összehívtuk ezt a gyűlést, de szeretném, ha ma tényleg nagyon röviden, rugalmasan, gyorsan, hiszen többen sietnek, átvennénk ezt a néhány programpontot. Megkérek mindenkit, hogy ma legyünk egy kis több tisztelettel egymáshoz. Vegyük át, mondja el mindenki a legfontosabbat, szavazzuk meg a programpontjainkat. Legyünk jók most egymáshoz, hogy el tudjuk egymást engedni a kis nyári szünetre, és utána újra úgy is kezdődhet a munka. Van itt a hármas pontunk, ez a Volba Konatyala Kolbi Teszeró Kolárova, amit én szerintem, de beszéljük meg előtte, lehet, hogy javasolnák, hogy vegyük le a mai napi rendi pontjaink közül. Átadnám a szót alpolgármester asszonynak. Köszönöm, tisztelt képviselők! Emlékszünk rá, hogy a májusi önkormányzati ülésen konstatáltuk azt, hogy sikertelenek voltak az addigi választások, ami az ügyvezető igazgatói posztot illeti a Kolbit Kft.-nél. Azon az ülésen úgy határozott a testület, hogy maga az egész testület lesz az értékelő bizottság, és kérte a polgármestert, hogy újra írja ki ezt a pályázatot, ami meg is történt, és három jelentkező jelentkezett is erre az állásra a Professzia internetes oldalon keresztül, vagy portálon keresztül. Amikor felvettük velük a kapcsolatot, amikor lejárt a határidő, hogy meghívjuk őket egy személyes megbeszélésre, egy már jelezte akkor, hogy időközben munkát talált, tehát a másik kettővel tartottuk még a kapcsolatot, egyeztettük az időpontokat, meg is hívtuk őket a mai önkormányzati ülésre. A másik jelentkező, aki egyébként Budapestről származik, budapesti, ő jelezte, hogy elhalasztottak neki valamilyen államvizsgát, valamilyen nyelvvizsgát, ami miatt a diplomáját még nem tudja megkapni, és ezért nem teljesíti azt a feltételt, hogy egyetemi végzettsége legyen, és így nem is kívánt részt venni a személyes meghallgatáson. Tehát az a egy jelölt, akinek az életrajzát ki is küldtük a képviselőknek, ő úgy volt, hogy eljön, de két nappal ezelőtt ő is megüzente írásban, hogy sajnos nem fog tudni részt venni. Én még fölhívtam telefonon, hogy ezt értsük úgy, hogy a mai napon nem tud, de majd máskor esetleg tudna jönni. Nem, időközben olyan elfoglaltságai lettek, ami miatt ezt nem tudná vállalni, úgyhogy ő is visszalépett a meghallgatástól, tehát jelenleg egyelőre nincs senki, akit meghallgathattunk volna. Jó, mindez a kommunikáció természetesen nálam megtalálható, úgyhogy a képviselőknek be tudom mutatni, hogyha jó, rendben van. Most már jó magam is úr látom, hogy nagy valószínűséggel ez a döntés, ennek a döntésnek a meghozatala a következő újonnan felálló önkormányzatra fog hárulni. Én azt gondolom, hogy
ha ki is írnánk valamikor szeptember, október végén újra, mint én még polgármester, a meghallgatásra talán már csak a, nem talán, szinte biztos, hogy a újonnan fölállt testület elé kerülne, úgyhogy én kérném ezt a programpontot levenni a napirendről. Egyet értenek vele? Kérés vagy kérés? Ha nincs, köszönöm szépen, István kérem. Vagy nem kap számot akkor, ugye? Akkor legyen róla határozat, tehát itt volt, megtárgyaltuk, jó, azt kiáll az orokovanya. Kérem elkészíteni 871-es Volbekonatjel a Kolbiteszerok Kolárova. Veszkéz ezt Tupicselszok Kolárova, ezt kiáll az orokovanya. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy van-e értelme. Nem, nem tudom, én sem tudom, hogy ez jó vagy nem jó, de nem tudom. Biztos, hogy lesz hamarosan, előbb vagy utóbb lesz igazgatója a Kolbitnak. Nem lehet így örökké. Most, hogy 2 hónap, 4 hónap, 5 hónap, de lesz. Jó, kérem elindítani a szavazást. Ezenkét igen mellett az önkormányzat meghozta a határozatát, tehát levettük a napirendi pontról. A következő a város területén lévő rekonstrukciók. Ugye erről határoztunk már az elmúlt önkormányzaton. Csak annyi történt, hogy az önkormányzat utáni egy héttel a győztes, ha jól tudom, a nevüket nem tudom, Somorjai Vállalat írásban közölte városunkkal, hogy nem tudja ennyi pénzért, amennyiért megnyerte ezt a pályázatot. És ezért úgy gondoltuk, hogy az önkormányzat elé hozzuk a második helyezetnek a beadványát. Tehát ez a korrekt KFT, már rögtön meg is találom egy pillanat. Igen, 288.600 volt a Ecom Plus, és ők visszamondták ezt a árdrágulásra, meg egyéb dolgokra való hivatkozásról, nem képesek ellátni. A mostani pedig a Korrekt Spol Eszerol Ronyicki iskoli Komárno, az ő kínálatuk 356.000. Ez a ismert Béke utca, Októberi tér Béke utca, Erdő utca átkötés, valamint az egész Bernalák utcának a leaszfaltozása volna 2 rétegben a TER dokumentáció szerint. Beletettük a határozatunkba, hogy megszüntetnénk a június 20-án hozott döntésünket, és kérik a polgármestert, hogy írja alá a győztessel, aki a második volt, a rezerva alapból úgy, ahogy eddig is tervezve volt. Ehhez valakinek kérése vagy kérdése? Jó, úgy látom, hogy nincs, akkor el lehet készíteni a szavazást. Köszönöm szépen. És lehet szavazni. Három igen mellett egyhangulag elfogadtuk. A következő az elmúlt önkormányzaton, nem is tudom, 2 vagy 3 hete ugye tárgyaltuk a X-Shot, tehát a Gútai Lövészklubnak a kérelmét, ahol első körbe az önkormányzat meghirdette, itt vagyunk a második kör előtt, hogy ne kelljen egészen szeptemberig várni, tudják birtokba venni, meg tudjuk kötni a bérleti szerződést, és használni tudják a sportolók, ezért itt van önök előtt a tudomásul vétel, ami a bérleti szerződés megkötéséről. Remélem, jól mondtam, ugye? Egy pillanat, vagy úzniszínű, az azt a vannál proha. O, poverenyé, ugyanis právé, amelyet kódosban mezt, amelyet nem vipracovennyi nájom néz múvi. Igen, így van. Kérése vagy kérdése valakinek ehhez a bérlethez? Egyet nagyon gyorsan kérlek, segítsenek, nincs itt ugyan a Fekete Tamás. Hány évről van szó? 20. Úgy van írva a határozatban, hogy meghatározatlan időre hosszú távú bérlet. Hosszú távú bérlet. Köszönöm szépen. Jó. Kérése vagy kérdése valakinek? Úgy látom, hogy nincs. El lehet készíteni a szavazást. És lehet szavazni.
11 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. 873-as határozatunk. 4-es következik, igen. Ez a városfejlesztési terv, itt ugye az önkormányzat is egyetértett vele, mert itt valóban hosszú kiesés volna, hogyha nem kezdenénk meg bizonyos kérelmeknek az elbírálását. Megkérném Mészáros Imrét, jó? Van itt 2 kérvényezőnk, akiket ha be tudunk sorolni most, akkor akik átdolgozzák a városfejlesztési tervünket, őnekik továbbítani tudjuk ezt a 2 kérést, és már őszre bele tudják dolgozni a önkormányzat felé ezeket a javaslatokat. Az egyik a Szabó Róbert és felesége, ismeri mindenki őket, akiké ez a hentes üzlet, ők kérnek a Ócsai út mellett egy változtatást. Igen. Jó. És a ma hívott nekem Mészáros Imre, hogy van még egy kérvény. Ez pedig Tóth Krisztián, Petőfi soron lakosunk kérése, aki a Híd utcán található ingatlanját szeretné másképpen kihasználni, mint ahogy eddig lehetséges a városfejlesztési terv szerint, tehát családi házakra. Ő ezt szeretné módosítani. Olyan lakóház megépítésére, ami 4 lakóegységet tartalmaz, és a koeficienst, a beépítési koeficienst pedig módosítani 0,5-re. Ezen a egy parcellán, ahol szeretné, vagy a 3 parcellán, ahol szeretné ezt a épületet megvalósítani. Jó, részemről rendben van, de akkor egyelőre csak arról van szó, hogy a Szabó Róbert és ennek a Tóth Krisztiánnak a kérelmét besorolnánk a városfejlesztési terv megváltoztatásába, és utána ezt földolgozzák, és ennek elbírálása, és esetleges jóváhagyása, vagy nem jóváhagyása, az később Így van, ez a testületnek a hatáskörébe tartozik teljes egészben. Tehát most csak arról döntünk, hogy besorolnánk egyáltalán, hogy foglalkozik vele az önkormányzat, meg a iroda, aki feladolgozik. Köszönöm. Ferenc László. Nekem az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha már itt megyünk megváltoztatni a beépítettségi koeficienset 0,5-re azonnal egy területen, hát ne csak azonnal egy területen változtassuk meg, hanem én szerintem a központi városrész, a város központi részében, hogy változtassuk meg erre a 0,5-re a beépítettséget, mert a legértékesebb területeken mi falkot tartunk, amikor például konkrétan nem mellette, telek mellett is, ott van a dögös, erdő tulajdonképpen, ami oxigént produkál, még abszolút környezet barát, akkor én nem értem, hogy a város kellős közepén, hogy miért kell a 0,35-ös vagy 0,4-es beépítési koeficienset alkalmazzunk. A maradék területeken is, amik vannak zöld területek, a Brüni téren, vagy nézhetem tovább a többi részt is, vagy konkrétan még a Bocsna, Skolszka, még ezeken a területeken is, ami szintén városközponti része, tele van fával, tele van ültetve fával, ott van a park, a Szent Rozália park, akkor nem értem, hogy miért kell ragaszkodjunk annyira alacsony beépítettségi szintre a legértékesebb területeinken, amit ki lehetne másképp használni. Én ezt kérem, és javaslom, hogyha beletesszük itt a 0,5-öt, akkor tegyük be az egész központi zónában a 0,5-ös koeficienset. Köszönöm. Jó, Árgyus Imre. Köszönöm, polgármester úr, nekem hasonló kérdésem volna. Én elolvastam ennek a Tóth Krisztiánnak a kérvényét, és az van benne, hogy žiadam zmeniť využitie územia na bývanie hromadnej bytovej výstavby v forme obytného domu maximálne do 4 bytových jednotiek a zvýšiť zastávanosť na 50% a povolenie doplnkových stavieb pre bývanie. Én ezt értem. A kérdésem csak az, hányszor történt beleegyezés a önkormányzat részéről, amikor is ilyen csoportos lakóépületeket építettünk, és fel tudnám sorolni, például a Ferenc László fia mellett a Hályos teleken is épültek ilyen csoportos házak, épültek a Mester utcába, épültek a Novozámocká utcába, de ugyanúgy a Béke utcába. Most ezt azért kérdezem, mert pontosan, ha én benézek, ha megyek a panzió felé, a nyugdíjas panzió felé, és benézek abba a kis utcába, mert már utcának lehet mondani, a Hályos telekre, hát én nem 50%-os beépítettséget látok ott. Ott egy talpalatnyi zöldet nem lehet látni, és ezt csak tényleg szándékosan kérdezem, hogy nem kellene ezt minden esetben egyeztetni önkormányzati szinten?
Vagy kérném szépen a Mészáros urat, magyarázza nekem meg, hogy mit jelent az a 50%-os beépítettség, és továbbá az, hogy povolenie doplnkovik stavieb prebývanie, ami még ezen felül van. Köszönöm. Igen. A Tóth Krisztián kérelmébe lakóházat kér. A lakóház az olyan épület, ami több mint 3 lakóegységet tartalmaz, tehát lakást. Bitovejnotki. Amit a képviselő úr említett, az sorház beépítés, tehát Radová Vistába Rodinný domov, amit említett előbb, és a Doplnkové stavby, amit ír itt a Tóth Krisztián, az pedig olyan kisebb épületek, amelyek a lakóház használatát segítik. Lehet az például biciklitároló, vagy garázs is lehet, vagy más ilyen raktározásra alkalmas épület, de kis épület, tehát nem nagyobbra kell gondolni, tehát 25 négyzetméterig, tehát kisegítő kis épületecskék, épületek de azon a területen. Abban együtt van a 0,5 a főépület plusz? Hát igen, azzal együtt, mert a beépített területről van szó, amit épülettel beépítek. Árgyus Imrének mondom, hogy most nem a egyes építkezési eljárásokat bíráljuk, tehát minden egyes építkezésnél, hanem pontosan a városfejlesztési tervnél szabályoznánk be, hogy megengedjük a 0,5-öt. Polgármester úr, egyetértek veled, de akkor most az a kérdésem, hogy az a 0,35 be van tartva ezeknél a sorházaknál? Amennyiben a központi zónában vannak, akkor igen, a központi zónán kívüli terület, tehát centrál MSZK zóna, ott 0,4-es koeficiens van a beépítés, és aztán 0,2-0,3-as pedig a zöldre. Jó, én szerintem is most van a városfejlesztési terv nyitva, nézzük át pontosan. Amit Ferenc László javasolt, nem tudom, hogyha képviselő úr írásban ilyen javaslatot ad, akkor elkezdenek dolgozni ezen is? Igen, természetesen. Mondjad csak, nem baj, mondjad. Mondom ezt a 0,5%-os beépítettségét annak a tudatában is, hogy egyben rá is akarok mutatni bizonyos dolgokra, hogy 34-37 fok volt a múlt héten. A városközpontban, ha a lebetonozott területek ontják vissza magukból azt a forróságot, amit a napsugárzástól magukba szednek. Az azt jelenti, hogy az ő területre a városban mindenféleképpen szükség van. Mindenféleképpen. És akkor szigorúan betartatni a zöldnek is, azokon a telkeken a zöldnek is az aranyát, hogyha ott aztán 0,3%-os ozelenyovanyéz, hogy szlovákul mondjam, vagy zöld terület biztosítása lesz, az akkor legyen szigorúan betartva. Itt a központi zónában, de én még egy olyan dologra, amit a Árdusi úr is mondott, szeretném fölhívni a figyelmet. Konkrétan a építkezés a Béke utcán. Ott le van betonozva kerítéstől kerítésig, házfalától házfalaig a udvar. Én kérdezem, hogy hol emberközpontú építkezés az, amikor az ődet csak az jelenteni, hogyha az a beton zöldre lenne festve, semmi más. Az a beton az magába szívja, akkumulálja meleget és ontja ki magából újra. Hogy gondolom a Árdusi úr erre gondolt, erre a típusú beépítésre. De én még egyszer mondom, hogy én ezt a 0,5-tizedes beépítettségi szintet a városközpontban én javaslom ennek a tudatába, de még egyszer mondom, hogy az ő területeknek azokban az udvarokban is a betartását, illetve a fásítást, azt szigorúan kérném, hogy az önkormányzat ellenőrizze és biztosítsa, hogy meglegyen, mert különben el fogunk pusztulni ebbe a városba várható hőségektől. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen, akkor ezt majd meg is szavaztatom. Alpolgármester asszony, majd Visnyei Gyula. Én csak röviden arra szeretnék reagálni, hogy én mondjuk személy szerint nem vagyok híve a sűrű beépítettségnek, még a 0,5%-nak se. Mi így szeretjük a városunkat, Gútát, amilyen most ilyen zöld, ilyen jelleggel. Másrészt gyakorlati oka is van a víz és a felszíni vizeknek elvezetése és a elitatása miatt is se ajánlanám, és azért igyekszünk a déli zónát fejleszteni és oda kivinni a fejlesztéseket, hogy a majdani építkezések ott induljanak meg, tehát fejlődjön tovább a városunk, de ne úgy, hogy besűrűsödjön a központja, hanem inkább területileg menjen szét. Nem vagyok ellene, hogy egyedül besoroljuk ezt magába a tervezésbe, viszont meg kell jól vizsgálnunk, és én
most nem tudom, nem vagyok abba biztos, hogyha mi most nem szeretnénk többségébe, hogy nagyobb beépítettség legyen, akkor egyáltalán érdemes ezzel kérvénnyel foglalkozni, de a részemről rendben van, foglalkozzunk a kérvénnyel, de ha a végén is el tudjuk még vetni, amikor a kidolgozó elvégezte a munkáját és kidolgozta 0,5-re, igen, majd a végén mi azt mondjuk, hogy mégse ne legyen úgy, hogyha ez így elfogadható a többieknek, akkor a részemről elfogadható, hogy besoroljuk. Egyébként pedig beszéljük meg akkor itt, hogy mi legyen. Nagyon hirtelen jött ez a kérvény, tehát nem a legjobb időszakban, amikor egy ilyen gyors önkormányzatot terveztünk, ezt a kérdést megvitatni. Én így látom, most tényleg talán nem ma kéne ezt vitatni, hogy mennyire pro és kontra, meg mennyire van hatása a többi, tehát akár a légköri viszonyokra. Igen, nagyon gyorsan jött, de azt mondom, ha ezt most elfogadjuk a Tóth Krisztiánét, meg a Ferenc Lászlónak a javaslatát, akkor tudjuk megtenni azt, hogy a következő fél év alatt, mert ez fél évig is fog tartani, mert a bizottságokba, szakbizottságokba építészek foglalkozhatnak vele, valószínűleg, hogy ennek a végső elfogadása, jóvágyása csak jövő éve elején lesz, ugye Imre? Jó, beszéljük meg, ne dobjuk ki ezeket a kérvényeket, rágjuk át többször, és döntsék el a szakemberek, hogy akkor mit szeretnénk. Jó, ne húzzuk a időt tovább, Visnyei Gyula, Halász Béla, és utána összeraknánk a szavazat. De ha már a változtatásoknál vagyunk, akkor én javasolnám átértékelni azt, amit a Mészáros mérnök mondott, hogy a melléképületek kategóriáját behatárolni. Az pedig nálunk a apró építmény 25 négyzetméter. Meg is mondom, hogy miért. Legyen 4 lakás, legyen 6 lakásos építmény, és hogyha adott a helyzet, akkor igyekezzek ők sorgarás kiépíteni, de viszont elég sűrű a beépítésünk. A mellette lakókot egész biztos, hogy negatívan fogja érinteni. Úgyhogy magába a melléképület, vagy minek nevezzük, a szlovákú doplunkavésztábi be kéne határolni a kategóriáját apró építményekre. Javaslatom. Nagyon szépen én fölhívnám a tisztelt önkormányzat figyelmét, hogy pár gyűléssel ezelőtt elfogadtuk, hogy egy új területfejlesztési tervet fogunk készíteni, az összeget is elfogadtuk hozzá, 25 ezer eurót. Ez most a 9. változtatásba lényegében menne bele ez a 2 kérvény. Egyedi kérelmeket el tudunk bírálni, én most csak annyit hiányolok, hogy ugye bizottságunk nem volt, és nem tudtuk ezt átbeszélni, de mindenképpen, amikor az új területfejlesztési tervet fogjuk átbeszélni, elkészül egy javaslat, akkor kéne ezeket pontosítani, hogy pontosan mekkora beépítettség, hol és mikor. Nem biztos, hogy mindenhol. Én azt a 0,5-öst azért jobban átgondolnám. Mondom, vannak egyedi kérelmek, meg kell vizsgálni. Sokkal kisebb zónákra osztjuk majd a városunkat, úgyhogy én ebbe látom a megoldás, úgyhogy most nem hamarkodnák el ilyet, hogyha egy esetben megszavazok 0,5-öt, akkor az egész városban is 0,5 legyen. Köszönöm. Jó, egyenként fogunk szavazni róla, jó, és kézzel. Ancsika, kérlek, jegyzőkönyvezd akkor. Összesen 3 kérés hangzott el a képviselőktől, és ha nem mondják vissza, én megszavaztatom. Jó, rágjuk át, gondoljuk át. A módja megvan még bőven mindegyiknek, hogy a testület áttárgyalja többször is. A első volt, ami írásba érkezett, és Tóth Krisztiánnak a kérése, csak a címet mondjátok, hogy hol. A Szabó Róbert itt van előttünk, igen. Jó. Bocsánat, még a Szabó Róbert kérvénye. Én valami olyasmit hallottam, hogy ő hentes feldolgozót akartott. Miért változtatta ezt meg? Tudunk erről valamit? Szabó Róbertnek eredeti terve az volt, hogy ott egy húsfeldolgozó csarnokot, épületet szeretett volna föl vagy létesíteni, mivel a városfejlesztési terv jelen esetben nem engedi meg ilyenfajta építményt, ezért módosítást szeretett volna, hogy arra területre ezt a fajta épületet megépítse. A
szomszédos ingatlanoknak a tulajdonosainak a ellenvetéseit figyelembe véve Szabó úgy döntött, hogy ezt a területet családi házak beépítésére szeretné kihasználni, viszont a kérelmében még továbbra is ott van, hogy egy raktárt elhelyezni. Tehát családi házak, több családi ház és egy raktár volna ott. Nem specifikálta, hogy műhely vagy húsfeldolgozó létesítmény, csak egy raktárt kért. Akkor, hogy csak tisztázok, akkor nem a város nem engedte neki ezt a húsüzemet, hanem a szomszédok miatt vonta vissza a kérelmét. Így van, így van, így van. Köszönöm. Jó, először a módosításokról egyenként, és utána pedig a Szabó Róbertról is, jó? Akkor az első módosítás, ami volt a Tóth Krisztián kérelme a Híd utcába, ami a 0,5%-os beépítést engedni. Kézzel szavazunk. Ki van amellett, hogy besoroljuk ezt a városfejlesztési terv földolgozásába? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, igen. Ki volt ellene? Ki tartózkodott? 1, 2, 3 tartózkodás mellett akkor besoroltuk Tóth Krisztiánt. Következő az Ferenc Lászlónak a javaslata volt, ő pedig azt mondta, hogy úgy képzelni el a városfejlesztési átdolgozását, hogy a centrálnál meszkál zóna, erről beszéltünk ugye László, a város beltartott, centrál a CMZ-be általában meghozzuk a döntést, tehát egy ilyen földolgozás történjen, hogy 0,5% legyen a beépítési koeficiens. Ki van mellette? 2. Ellene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tartózkodott? 1, 2, 3, 4. Jó, tehát ez nem ment át. Visnyei Gyulának a módosító javaslata az volt, hogy pontosan legyen definiálva a városfejlesztési tervben, a, hogy hallatszik, ez segítsetek Imre, a apró épületeknek a besorolása, vagy definiálása? Definiálása, igen. Jó, hogy ez pontosan mi és mennyit lehet, hol, hogyan, milyen állapotban a kis épületeket? A törvény is megszabja, de be lehet írni ilyet is. A törvényen nem léphetjük túl, tehát ahogy a építkezési törvény kimondja őt, a 25 négyzetmétert és toplunková funkciál landészterbe, így mondja. Úgy van értelmezve, hogy ennél nagyobbat ne. Így van. Persze, de ezt a törvény kimondja, maga a építés, hogy a törvény kimondja. Polgármester úr, de akkor csak be kellene tartatni, akkor nem kell definálni, az meg van definálva, csak a hivatal részéről be kellene tartatni. Itt egy kicsit Gyuszi másra gondolt, hogy tehát pontosan a városfejlesztési tervünk definiálná, hogy milyen épülethöz milyen járulékos épületek épülhetnek, meg hogy beletartozik abba a koeficiensbe, mert például ugye megeshet az, most erre gondolok, talán vegyük bele, aztán dolgozza ki a tervező. Teszem azt, hogy én megépítek otthon egy családi házat, betartom a 0,5-öt. 5 év múlva még bejövök, és építek egy garást, meg egy fáskamrát falazok. És már elvesztettem a 0,5-öt. Nem így van, hogy akkor tudomásul kell vennem, hogy arra én már nem is építhetek drobnásztabbát. Hát igen. Nekem mindegy. Hát igen, mert nem... Most megint olyanról beszélünk, ami ugye itt följött, és nem foglalkoztunk vele, de hát foglalkozzunk vele. Ki van amellett, hogy Visnyei Gyuszi módosító javaslata belekerüljön a városfejlesztési terv földolgozási menetébe? Ki van mellette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. És Szabó Róbert, mivel ez nem módosító javaslat volt, hanem eredeti javaslat, tehát ahogy megyünk az Ócsai úton, abba a kanyarba, ott kér módosítást, tehát lakóépület és raktárak megépítésére. Jól mondtam, igen? Köszönöm. Igen.
Ki van Szabó Róbert kérelmének a Tessék. Ne haragudjatok, nem nevezitek megint a gyereket a nevén. Én szerintem egy év hitegetés, vagy másfél év hitegetés után ezt az embert abba a helyzetbe hoztuk, hogy ő nem csinálhat mást, mint kéri azt ott, hogy végképp azt a területet, amit ő azzal a céllal vásárt meg, és erre ígéretét kapott, hogy ittan ezt meg lehet majd csinálni. Természetesen elfogadom, hogy a szomszédok panaszkodnak, meg mit csinálnak, de hát padhelyzetbe tettük az emberkét, és nem tud más csinálni. Tehát ő, ezt nem tudom mennyire tudjátok, naszvadon fogja megvalósítani a vállalkozási terveit, mert Gútán ezt nem tudta megvalósítani másfél év alatt. Tehát én csak azért akarom, hogy itt is, mert hogy én, hogy mit tartok helyesnek, vagy nem, ez legyen az én problémám. De ezt se tartom helyesnek, ami itt megtörtént ebbe az esetbe, mert én szerintem egy gútai vállalkozónak lehetőséget, módot és segítséget kell lehetne nyújtani abba, hogy hogyan tudja megvalósítani, és nem azt ott, hogy eljutatni arra a pontra az egészet, hogy ő megvalósítsa a vállalkozási terveit naszvadon. Mert én szerintem itt volna a helye. Jó. És nem kapta még azt a Jó, hát előbb kérdeztem meg, akkor most mondjátok el, mi az igazság, mert most már idegesítő, abszolút. A felezős terv alapján nem lehet oda építeni húsfeldolgozó üzemet. Nem adott be ilyen kérvényt. Ő lakóházakat akarod építeni, és raktát. Ő húsüzemet akart, Imre, akkor miért nincs ez a kérvénye? Megszavaztam volna a húsüzemet. Most volt, megint az történt, hogy elmérne aszfaltra, és akkor mi van? Megszavaztuk, lehet, de akkor mi a oka ennek az egésznek? Én is úgy emlékszek, hogy az bent volt, hisz tudtunk róla. Azt még én úgy emlékszek, hogy azt megszavaztuk, hogy bekerüljön eljárásba. Csak aztán módosította, nem? A villanyja nem volt, azt még én írtam alá, ezt el kell, hogy mondjam, azért én biztos, hogy segítettem volna, aki ott megy át a telke fölött egy magas feszültségű távvezeték, azt én aláírtam, hogy nyugodtan áthelyezheti, és a város beleegyezésével, és a villantele, ő megfizette volna, a villantele áthelyezte volna, tehát a villanyja nem volt gond, városfejlesztése nem tudok. István, tessék! Köszönöm a szót, én jelentkezek, én kicsit itt össze-vissza kuszaságot érzek, ugyanis, hogyha a városfejlesztési terv, ahogy a mérnök úr mondja, hogy ez nem engedélyezi ezt, akkor ugye mi meg a szándékunkban az van, hogy ugye támogassuk a hazai vállalkozóknak a lehetőségét. Én ezt nem értem, hogy akkor, hogyha ez nem engedélyezi, akkor ezt valószínűleg az önkormányzatnak változás útján kell segíteni, vagy hozzáállni. És ezért valahol hiányolom, hogy ennek a folyamatnak ez nem jelent meg az önkormányzat előtt. Egyrészt ezt hiányolom, ha pedig úgy van, hogy egyébként meg minden jó, meg minden oké, akkor továbbra se értem, hogy mi a probléma. Nem, hát most így van, a kérvényben ez szerepel. Családi házak, raktár. Igen. Van egy másik dolog, ami hozzánk nem került önkormányzathoz, a szomszéd telek tulajdonosoknak a nem beleegyezése. Nézzetek ide, jelen pillanatban van itt Szabó Róbertnek a kérvénye, dolgozzuk föl, meglátjuk, hogy ez a kérvény van most itt, Imre, ugye? Igen, a puszta megközelítése a ingatlanjának a hivataltól is több hónapig tartott, mire el tudta intézni, hogy egyáltalán lehessen oda járni arra a területre. Jó, csak még akkor visszafordítom. Én tőle úgy tudom, hogy a város miatt nem tudja megvalósítani, legalábbis ezt ő mondja. Akkor miért mondja? Én rákérdeztem még egyszer, én úgy emlékszem, hogy ez a kérvény egyszer itt volt, azt is tudtuk, hogy mi lesz ott, foglalkoztunk a VN át, a kábel áttévéssel, és akkor mi történt itt egy 2-3-4 hónapon belül? Azt is tudom, hogy már ki volt neki választva, hogy ki fogja csinálni a csarnokot, a építkezőt, nem tudom, úgyhogy egy kicsit... Konstrukciót is megrendelte. Ferenc László, Kárpáti Ernő, zárjuk le aztán, jó? Csak azt akarom kérdezni, hogy ott kint, a prérin, ilyen akadályokba ütköznek, hogy fölépítsenek valamit. Szerintem minden oldható. Itt meg a városközpontban, itt vakaródzunk azon, hogy a Mester utcán hogyan legyen a sebesség csökkentve, meg minden. Megy a pékség,
ott rakodnak a közterületről a autókkal. Most én nem támadni akarom a pékséget, csak tényeket közlök, és akkor itt meg azon vakaródzunk, hogy valahol kint Szlatki Majorba, vagy Paptagon, vagy valahol, hogy építsenek, és most akadályba ütközik, és most valami. Én ezeket nem értem, ezeket a folyamatokat, nem tudom. Hogy lehet egyszer majd megértem, de jelenleg nem. Köszönöm. Jó, még Kárpáti Ernő, aztán leszavaztatnám, jó? Köszönöm, csak tényleg azt kell kiállni egészben, hogy azért van ez a kérvény itt, mert most már csak ezt tudja csinálni ezzel a területtel. Tehát nem azért kérvényezni, mert ő ezt szeretne volna, hanem azért már nincs más választás, ezen a területen valamit kezdjen. Valamilyen kommunikáció biztos félrement itt a hivatalban, mert nem kis pénzt áldozott bele ez egészbe. Azt is tudom, hogy a szomszédok nem egyeztek bele, tényleg ez egy reális gond, de valamilyen hitegetés volt szerintem is, és én a Robit tényleg beszéltem vele én is, és nem kevés pénzbe került ez, és a végeredmény ráadásul az, hogy elviszi innét Naszvadra, úgyhogy sajnálatos, hogy lehet jobban kéne segíteni ezeket a vállalkozókat, és ott azért mondjuk ám meg, hogy a szomszéd ingatlan tulajdonos, ő nem akart maga mellett disznóföldolgozót. De ő a tulajdonos. Jó, de hagyjuk, én lezárnám. Van itt a Szabó Robinek egy kérelme, be fogjuk sorolni, áttárgyaljuk, ha úgy van. Még akart valamit a Adrika? Bocsánat, tehát bármi más ilyen esetben mindig én úgy gondolom, hogy a lakosoknak, a szomszédoknak is a hozzáállását mindig igenis támogattuk pozitívan, tehát teljesen mindegy, hogy kicsiről vagy nagyról beszélünk, akár disznótelepről, akár disznófeldolgozáról. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt a szomszédok meg az ellenvéleményeket is ugyanúgy figyelembe kéne venni, tehát nem azt, hogy egyik még akkor is, hogyha gútai vállalkozó, tehát a egyik vállalkozónál úgymond a lakosok véleményére adunk, a másik vállalkozónál meg a úgymond a vállalkozót támogatjuk. Tehát én azért azt gondolom, akár hogyan is, hogy egyformán kéne elbírálni, még akár jó. Mennyire is sajnálom, hogy elmed Naszfadra. Jó, rendben, kézzel szavazunk róla. Ki van amellett, hogy a Szabó Róbert és felesége kérelmét belefoglaljuk a városfejlesztés módosításai közé? Ki van mellette? Egyhangúlag, köszönöm szépen. István, el lehet készíteni a határozatot, mert itt van egy kérvény, ugye, a egyes ide majd bekerül, ezt most én elmondom, amit jóvá hattunk, Szabó Róbert, Tóth Krisztián és Visnyei Gyula kérelme, valamint benne van egy kettes pont, Spézzatyi és Jadosztyi S plusz ISRO, ők visszavonták a kérelmüket, és akkor ennek a B pontnak lesz három része, Szúcseszného, Obstarávani, Zéja, D csíszló, Gyevegy, Budú, Zaragyené, és felsoroljuk azt a három, a Szabó Robi, Tóth Krisztián és a Visnyei Gyula javaslata kerül bele, jó? Majd így kérem a javaslóbizottságot, hogy nézzük át. El lehet indítani. Lehet szavazni. Tizennégy igen mellett elfogadtuk. Készítettünk el a déli zónára egy javaslatot, hogy ne álljon meg teljesen ez a folyamat a déli zónába. Az elmúlt önkormányzaton a képviselőtestület jóváhagyta a 31 és a 66 euró per négyzetméteres eladási árat. Úgy gondoltuk, hogy a felső karéba, ami van, ahogy bemegyünk az Áranyicka utcától balra, kitippeltünk, ha jól tudom, 2, 4, 6, 8, 10, 12 telket. 11 családi ház, és van itt egy kérvény tömbházra, megvételére. Megpróbálnánk úgy kidolgozni a föltételeket, és szeretnénk látni ennek az egésznek a mechanizmusát, hogy elindítanánk ezt a folyamatot. Tehát úgy gondolta a hivatal, nem az egészre indítsuk el, hanem lényegében olyan telkekre, amik hamarosan közművesítve lesznek, és valóban tudnak ott építkezni. De kíváncsiak vagyunk magára a folyamatra, de talán erről alpolgármester asszony többet mond, mivel Fekete Tamás nincs itt, meg hogy mikorra is lesznek ezek a föltételek elkészítve. Jó, tessék!
Elkészítettük a föltételeket, egyelőre úgy van elkészítve most a határozati javaslat, ahogy ez idáig is meg szoktuk hirdetni magát ezeket a telkeket, annyi különbséggel, hogy ugye valamilyen rendszer szerint, tehát valóban annak az egy utcának a felső részénél az a 11 ház, ott egy van, ami már el van adva, az van bejelölve sárgával, és ott a másik oldalon pedig az a tömbház, ahol szintén ott a villantát lehet építkezni. Annyi a különbség, hogy a családi házaknál az van benne a föltételekben még pluszba, hogy fizikai személy veheti meg ezt a telket, és egy jelentkező egy telket vásárolhat meg, és a tömbházas kiírásnál pedig az a fő feltétel, hogy ott pedig jogi személy, vagy pedig fizikai személy vállalkozó az, aki, tehát nem fizikai személy, magánember az, aki megvásárolhatja azt a területet. Maga az összes föltétel, az pedig az egyes és a kettes mellékletben van felsorolva. Azért javasoltuk megindítani végül is a telekeladásokat a déli zónában, mert ugye a múltkori ülésen ott állt meg ez a kérdéskör, hogy nem tudtuk, hogy a villannyal mi lesz. Azóta a villanteleppel ismételten beszéltünk, és kijelentették, hogy szeretnék tartani azt a 300 napot. Tehát az, ami benne van ebbe a együttműködési szerződésben, amit a város és a villantelep kötött, abban benne van, hogy a minden föltételt ugye a város teljesített ahhoz, hogy ott megkezdődhessen a műnek a kiépítése. Erről adtak egy igazolást, és az igazolás kiadásától 300 nap van arra, hogy megépítsék ezt a művet. Ők ezt kijelentették, hogy ehhez szeretnék magukat tartani, tehát a jelenlegi tudomásunk az, hogy jövő tavasszal elvileg ott infrastruktúrának kellene, hogy legyen, tehát elkezdődhetne maga az építkezés is azok számára, akik megvásárolják a telkeket. Ezen kívül egyeztettünk jogásszal, hogyha fölmerülne bennünk esetleg más, a polgármester úr erre célzott, hogy esetleg más föltételrendszer, amit bedolgoznánk egy ilyen versenybe, ugye egész déli zónáról beszélünk, vagy a többi telekről, ami még plusz 30 vagy 40 ház és a sorházak is, plusz még a lakótömbök, akkor egyeztetne a képviselőtestület, hogy mik azok a föltételek, amiket bedolgoznánk. Hát most példát mondok, hogy gútai lakos legyen, vagy nem tudom. Tehát valami ilyen típusú föltételre gondolok, nem biztos, hogy pont ez bedolgozható, de ilyen hasonló típusú föltételekre. Azt viszont akkor lejön a képviselőtestület külön egy megbeszélésre, és a szeptemberi önkormányzati ülésre azt el tudnánk készíteni. Úgy gondoltuk viszont, hogy ezt a 10-11 ház helyett meghirdethetnénk a szokásos módon, hiszen az önkormányzatnak, vagyis a elbíráló testületnek jogában van magát a versenyt megszüntetni, hogyha úgy látná, hogy nem jó irányba futnál a verseny maga, vagy az érdeklődések. Mégis azoknak szeretnénk kedvezni, akik már ott telket vásárolnának, hogy ezt meg tudják tenni mi hamarabb. Igen, végül is ez egy ilyen első kör volna, egy ilyen próbakör, megpróbálnánk ezt a 11-et, és utána így van, ahogy a jogászunk mondta, lényegében bármit beletehetünk ebbe a úgynevezett oszobitnézretjelbe, fiatal család, gútai legyen, itt van a munkahelye, ide köti gyerekei, tehát bármi, ami nem zárja ki, de ezt majd a következő önkormányzaton aprólékosan szétdolgoznánk a képviselőknek a javaslatai alapján. Lengyel István. Meg szeretném kérdezni, hogy mi ok annak, hogy egy utcába a egyik felét hirdetjük. Hát mostan, ha az a utca rész, és én úgy tudom, az a felső hullám részéről beszélünk, ami közművesítésre fog kerülni, ha fog, akkor együtt fog. Mi az oka annak, hogy nem hirdetjük mind a két felét? Ráadásul egy ház áll fölépítve azon a felén, ahol nem akarunk javaslatot tenni, hogy eladunk. Hát az kerülne szeptemberbe. Igen. Oké, bocsánat, még egy kérdésem lenne, aztán az a sötét zölddel jelölt, az a tömblakás építésre van kijelölve, az a egy akár, az szerintem elég is, mert véleményem szerint senki se fogja megvenni, de a másik arra felén, ha a családi... Hogy? Arra egyre van érdeklődő, azért is javasoltuk ezt besorolni. Jó, meg lesz hirdetve, aztán meglátjuk, hogy mennyire áll a matekkal. A következő, azon az áron, amin a város hirdeti. A következő kérdésem az, hogy miért nem akarjuk, mondom, azt a részét ugyanúgy
Kíváncsiak vagyunk a fokozatosság betartása mellett, tehát azt akarom, hogy önkormányzat ellenőrizze ezeket a eladásokat. Tudjuk nagyon jól azért, hogy múltkor is találkoztunk 4-5-6 olyan kérvénnyel, ahol tehát egy családból jött a 5 kérvény. Meg akarjuk próbálni ezt a fajtát, és minden hónapban aztán hoznánk állandóan önkormányzat felé a tovább. Jó. Én csak válaszolnék, tehát kiegészítem a válaszát a polgármester úrnak, a képviselőnek a kérdésére, mert most a beterjesztő én vagyok a osztályvezető helyett, úgyhogy nem képviselőként beszélek most. Csak annyi, hogy azért van csak ez a 11 házhely, mert a szokványos módon hirdetjük meg. Tehát úgy, hogy eddig is szoktuk, hogy tudomásul veszi, hogy ott szántóföld van, hogy ki kell venni a föld alapból, stb. És őszre az önkormányzati ülésre előkészítenénk egy olyat, ahol további föltételeket esetleg, ha szeretnénk, beépítenénk. Ha nem szeretnénk, hanem ilyen hagyományos módon hirdetnénk meg a többit is, akkor nyilvánvalóan el tudjuk készíteni szeptemberre a többi parcella meghirdetését is. Vagy akár most is határozhatunk úgy, hogy az összes többi parcellát felsoroljuk, hiszen a múltkori önkormányzati ülésen az előttünk volt, tehát meg tudjuk nézni a határozati javaslatot is. Ez a képviselőkön múlik. Meg azért nem mindegy, ugye elmondtuk azt is, hogy most a villanytelep, igen, azt mondták, hogy a 300 napot tartani akarják, de azért a illetékes azt is mondta, hogy a szerződés aláírva tartani akarják, megrendelték a anyagot, de nem tudja senki nekik a világon garantálni, hogy meg is kapják 2 vagy 3 hónapon belül. Tehát ő azt mondja, hogy igen, mindent, sőt, ha láttátok a munkálatokat, meg is indultak a trafótól lefelé, a tűzoltószertára lent, az a betápláló szálmám egy. De azt mondja a polgármester magának, most nem írok el semmit, nem mondom meg, mert megrendeltük, de hogy mikor kapom meg Gútára anyagot, ezt a ördög meg nem mondja most. Tehát azért ilyen fokozatosságot kérünk, semmi többet. Most meghirdetnénk ezt a 11-et. Halász Béla. Köszönöm, visszakaphatom azt a térképet, és akkor mondom is. Én ezt az egész történetet megfordítanám, nagyon rosszul csináljuk. Mert ugye azt akarjuk megelőzni, hogy ne jelentkezzenek be olyanok, akiket nem akarjuk. Akkor azt kellett volna csinálni, hogy először is meghirdetjük, hogy a fiatal gótai lakosokat akarjuk támogatni. Ez az első rendű célunk, hogy ezzel gyarapítsuk a gótaiaknak a számát, meg a munkahelyeket, meg akármit, meg a diákokat. És vettem a fáradtságot, és megnéztem Nátszegen ezt, hogy csinálták. 2021-ben adták át a telkeket, úgyhogy helyieket támogatták. És még hozzá feltételeket szabtak, egy pályázatot hirdettek ki, és én szerintem ezt a 11 telket nekünk ezt így kéne, méghozzá 5 pontban állapítottak meg bizonyos feltételeket, és pontozták azt az egészet, és aztán aki legtöbb pontot kapta, az a telket is megkapta. Ilyenek voltak benne feltételeknek, hogy állandó lakhelye kell gútán lennie, házasságban vannak, vagy egyéb kötelékben, ez mind más pontot jelez. Életkor, aki 18 és 35 év között, az több pontot kapott, aki följebb volt, az nem kapott. Van egy kiskorú gyermek, és minden gyermek után kapott bizonyos pontot, és ezáltal megállapítottak egy sorrendet. Szerintem ezt nekünk is így kéne csinálni, és hogyha ezek a rendszer megvan, akkor meghirdetnénk ezt a 14 telket, mert az a célunk, hogy a fiatal gótaiakat támogatjuk, és hogyha annyira el akarjuk adni a telket, akkor hirdessük meg alatta azt a másik 10 vagy akármennyit, és akkor tudjuk ezt az egészet így befolyásolni. De az, hogy először meghirdetjük ki egy vadon, aztán majd meglátjuk, hogy ki jelentkezik, és majd azt fogjuk oldani, hogy ennek nem adjuk, meg ezért nem adjuk, szerintem így kellene volna, hogy fordítva. Úgyhogy adjunk ennek időt, nem volt bizottságunk, nem beszéltünk róla, egy kicsit sietünk ezzel, igen. És szerintem szeptemberrel szerintem visszatudjuk. Igen, azt kell, hogy mondjam most, hogy egyet értek a Halász Bélával. Én ezt mondtam egy hónap ezelőtt is, hogy én nem rohannák vele. Senki nem fog bennünket bántani, de most én csak ettől félek, hogy kétfajta kritériummal írnánk ki, egyszer így, meg egyszer úgy. Akkor bátran vegyük ezeket a kritériumokat, amit a önkormányzat besorol, a családi állapot, életkor, helyhez kötöttség, munkahely, és próbáljuk meg belesorolni, amit lehet, és akkor bíráljuk el ezeket. De most meghirdetünk valamit így, hagyományos módon, egy hónap múlva kidolgozunk egy másik rendszert. Én nem kapkodtam volna vele, megmondom őszintén. Visnyei Gyula. Talán, ahogy a alpolgármester említette, összeújra kötnék rá, hogy a meghirdetés feltételei. Ha jól emlékszem, említetted a mezőgazdasági területből való kivonást, ugye? No, ezzel nagyon óvatosan kell bánni,
mert el ne felejtsük, hogy alkalmanként akár 2000 eurót is kéne fizetni, ami megfelel egy 26-27 köb jó minőségű betonnak. De most nem akarlak okítani, de a 58-as hirdetmény a Szlovák Köztársaságnak 2013-ból már taglalja a ilyen lehetőséget. Mondhatom? Odvoduje oszobodjene, odnyatjé pornoszvorászké pódi na pozemok pod rodinným domom, s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 négyzetméter, s dvoma nadzemnými podlažiami do výmery 150 négyzetméter. Tehát itt enyhítünk a ők leendő költségein, úgyhogy kérném ezt 58-as hirdetményt belemontírozni a föltételekbe, hogy nem fognak ők fizetni ezért, csak meg kell kérvényezni őnekik. A földügyi hivatalnál, mondjuk legközelebb Komáromban. Úgyhogy valójában engemet figyelmeztettek rá a földügyi hivatalból, akik jót akarnak a gútaiaknak. Úgyhogy ezt kérném a hirdetménybe, kihirdetésbe még kvalifikálni. Jó. Árgyus Imre. Köszönöm, polgármester úr. Én egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami a hármas pont B pontjába van belefoglalva, mármint a határozatba, és így hangzik, hogy súťažiaci prijíma podmienku, že na predmetnom území nie sú vybudované inžinierské siete a komunikácie. Ez igen, ők tudomásul veszik, annak ellenére több, mint valószínű, hogy megvásárolják. De én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak vagy a városnak is kellene egy kötelezettséget vállalni, mindazok mellett, hogy itt az alpolgármester asszony elmondta, hogy van itt egy ígéret, gyakorlatilag, hogy 300 napon ott lesz villany, de a további közművesítés is várat magára. Én úgy gondolom, hogy egy határidőbe bele kellene foglalni azt is, hogy mi, mint város, meddig fogjuk ezeket a feltételeket bebiztosítani. Ez tulajdonképpen összefügg a kollaudációval is, úgyhogy ha visszatérünk hozzá szeptemberbe, én javasolnám ezzel a gondolattal is foglalkozni. Köszönöm. Németh Iveta. Én is csatlakozok a Halász Bélához, hogy vegyük le most ezt a tárgyalásról, ne fogadjuk el ezt a versenykiírási feltételeket, üljenek le hozzá a szakbizottságok, és valóban legyen olyan feltétel kiírva, ami elfogadható a testületnek és a többség részére. Mondom ezt azért, mert ha emlékeztek rá, a múltkori ülésen is foglalkoztunk ezzel a kiírással, foglalkoztunk a versenytárgyalással. Akkor pontosan nem mondtam el, amit most a Halász Béla megismételt, és elmondta, hogy hogyan működött ez más településeken. Tehát ennek a önkormányzatnak lehet, hogy nem ennek, az előzőnek, de az elv az volt, hogy a fiatalokat támogatni, illetve a gútaiakat támogatni. Én ezt elmondtam múltkori önkormányzaton, elmondtam azt is, hogy csodálkozok azon, hogy bármennyi területet megvehet, ugye akkor meg úgy volt előttünk a feltétel, hogy bárki bármennyi területet megvehet, akkor meglettem nyugtatva azzal, hogy már csak ne gondoljam azt, hogy mindet egy személy fogja megvásárolni több 10 millió euróért. Most hallom azt, hogy mégiscsak egy területet vehet meg egy személy. Úgyhogy itt annyi a tisztázatlan kérdés, hogy én is azt javaslom, hogy ezt nagyon, nagyon szakszerűen és nagyon átláthatóan tárgyalják át a szakbizottságok, és utána foglalkozzunk ezzel a kiírással. Különben Fekete Tamásnak én mondtam azért, mert vannak a környéken ilyen hasonló eladások, most nem tudom, Hetény, Perbete, meg egyéb helyeken, vagy elkérjük Bélától ezeket. Ki lehet ezeket tényleg úgy dolgozni, hogy utána önkormányzat tudjon dönteni pontosan, hogy kinek, és milyen áron adja el ezeket a telkeket. És nyugodt lelkiismerettel majd. Nyugodt lelkiismerettel tényleg, hogy olyan kapja meg, aki valóban meg is érdemli ezt. Kárpáti Ernő. Köszönöm a szót, én is előttem lévők értek egyet, hogy többször elhangzott, hogy szeretnénk támogatni a gútai fiatalokat, ezért nem tartom helyesnek, hogy ilyen gyorsan most behoznánk és kínálnánk eladásra. Szerintem dolgozzuk ezeket a feltételeket, nagyon jó ötletek elhangzottak, személy szerint is tudnám őket támogatni, úgyhogy szeptemberre hozzuk vissza, és legyen az egyeztetés bizottságokon. Köszönöm. Kockás Beáta. Én azt hiszem, hogy
ugyanezt elmondtam elején, amikor erről beszéltünk, hogy ha külön feltételeket szeretnénk, és már pedig jó lenne, hogyha szeretnénk, akkor azokat a feltételeket szeptemberre kidolgozzuk. Itt csak arról van szó, hogy megindítanánk a telkeknek a eladását egyelőre hagyományos módon. Tehát az a 11 házhely igazából arról van szó, hogy ha most bejelentkezne, én most nem gondolom személy szerint, hogy itten százasával fognak jelentkezni, és nem fogjuk tudni kiértékelni se, hanem ott kezdjük meg valóban a telkek eladását, és az mellett persze kezdjük el a feltételrendszernek a kidolgozását. Az, amit a Béla mondott, ugyanerre gondoltam én is, hogy ilyen feltételeket kigondolni. Nincs ezzel gond, akkor a mai napon le kell venni, de én nem azt mondom, hogy bizottság dolgozza ki, hanem valamikor szeptember elején üljenek le a képviselők egy egyeztetésre, és mondjuk meg, hogy milyen feltételek azok, amellett mi ezt el tudjuk képzelni, és azt aztán a jogásszal egyeztetve kerülne be a testületbe. Egyetértünk, én is azt mondom, azért is ne kezdjük meg most, hogy minden egyes telkünket lehetőleg egyforma föltételek mellett kezdjük árulni. Jó? Én lezárnám, még éve te tessék. Jó. Igen. Kapcsolt be, légy szíves. Bocsánat, tehát mindenképp én is arra gondoltam, hogy egységesek legyenek a föltételek mindenki számára, tehát ne adjunk el így vagy úgy területet, hanem egységes módon. És a szakbizottságoknál én nem azt gondoltam, hogy a szakbizottságoknak az lesz elfogadva, amit a szakbizottságok javasolnak, de a véleményüket mindenképp meg kell, hogy hallgassuk. És természetesen azok a vélemények is majd elénk kerülnek, és mindenképpen a föltételeket a önkormányzat hagyja jóvá, ez egyértelmű. Így van. És tényleg, mert a önkormányzat hagyja jóvá a föltételeket, önkormányzat hagyja jóvá az eladást. És becsülettel oda tudjon állni bárki mellé, hogy miért adta el, vagy miért nem. És tényleg rengeteg dolgot bele lehet dolgozni. Én, mint polgármester javaslom a 875-ös határozatunknak a levételét. Ezt kiállod rokovanyja. Jó, és akkor ezen dolgozunk tovább. Gyűjtsük ti is, ha én szívesen veszem, ha ebbe segíteni tudtok, ahol máshol ilyen eladások történtek, és nem volt, hogy úgy mondjam, törvénytelen, tehát nem támadhatta meg valaki utána, hogy de ez bizony nem szabadott volna bele, én szívesen látjuk ezt a segítséget. Én még kérnék akkor egy javaslatot a határozathoz, hogy kérjük a polgármestert, hogy szeptember elejére hívja össze a képviselőket a feltételrendszer fölállít. Azért, mert a feltételrendszereket nekünk át kell beszélgetni jogásszal. Most felállítunk egy rendszert a képviselők nélkül, jogásszal, és azt majd a képviselők nem hagyják jóvá, tehát ezt most szeretném megelőzni. A képviselők üljünk össze, beszéljük meg, hogy tényleg ilyesmi feltételrendszer, hogy útai legyen, fiatal család legyen, vagy valamilyen milyen feltételek mellett szeretnénk ezt árulni. Ezt bedolgozzuk, megbeszéljük a jogászunkat, tényleg minden törvényes legyen, semmilyen diszkrimináció színe ne legyen a határozatunknak, és azt hoznánk vissza aztán a szeptemberi önkormányzati ülésén. Nem tudom, hogy ennek milyen akadály. Nincs semmi, csak azt válaszolom rá, hogy lehet pénzügyi bizottság, építésügyi bizottság, vannak frakciók, van tanács, minél hamarabb menjen ki az anyag, rágják át, és mire eljön a önkormányzat, ott esetleg még lehet módosítani rajta. Nem vagyok benne biztos, hogy most muszáj leülnünk. Ha szólhatok, szerintem se kell leülnünk, mert ezeket a feltételeket, ahol ez működik, ha valaki még össze tudja szedni máshol, akkor összerakjuk, és megnézzük, hogy nekünk abból melyik tetszik. És oké, hogy a jogász átnézi, de remélem nem úgy fogja átnézni, mint a Balszédnek a szerződését, mert akkor szeretnék más jogászt. Úgyhogy így, de az a kérdésem, hogy mikor nézzük meg? Szerintem e-mailen keresztül beszéljük meg, hogy én például el tudom küldeni ezeket a feltételeket, akinek még van ilyen, vagy nektek van a hivatalban, akkor oké, és akkor ezt küldjük a képviselőknek, és hozzászólhatnak. És mert odaérünk a bizottságokhoz, a szeptember ülés, akkor ezt már el tudjuk fogadni. Én garantálom, hogy minden képviselő időben megkapja szeptember elején, vagy augusztus végén, és tudnak gondolkodni, e-mailezni, írni. Ebben nem látok abszolút
ördögi dolgot, hogy föltöltsük. Tényleg egy-egy mondat erejéig Angyal Béla és Németh Ivete is lezárnám, jó? Köszönöm a szót, én is az a javaslatom, hogy ez is olyan anyag, mint a többi, ez menjen azon az útján, aminek kell menni, tehát a városháza, városvezetése készítsen egy javaslatot, és menjen át a bizottságokon, és ott alakul a dolog, és mire ide kerül, addigra minden képviselő megismerkedik vele, és akkor már tudunk döntést hozni. Köszönöm. Képviselők fognak végül is dönteni róla, higgyétek, megkapják időbe, és aki szeretne, foglalkozik vele, aki meg nem, hiába hívom, én összerángatom ide. Szakemberek összerakják, és a végén együtt itt fogunk ugyanúgy ülni, és mi jóvá adjuk. Jó, Németh Ivete, egy gondolat és befejeztük. Én nekem meg az a gondolatom hozzá, hogy önkormányzati gyűlésen kívül hívd össze a képviselőket. Aki ehhez a témakörhöz hozzá akar szólni, vagy van neki jó ötlete, biztos, hogy el fog jönni erre az egyeztetésre. Ez alapján, a egyeztetés alapján a hivatal ki tudja dolgozni a föltételeket, amit aztán át tudnak tárgyalni a bizottságok, és szeptemberben így is úgy is kell, hogy legyen meggyűlésünk, és akkor el tudjuk fogadni szeptemberben. Köszönöm szépen. Csak faktikusan el lehet indítani a szavazást. Lezártam a diszkúziót. Lezártam a diszkúziót. Én fogom eldönteni, és biztos, hogy összehívom azokat a képviselőket, akiket ez érdekel. Persze, hogy elhívom őket. Nem önkormányzatot, meg nem, hanem behívok 10, aki szeret. Akkor együtt beszélünk, örülök. Most úgy hangzik, hogy levenni a napi rendről, igen, akkor azt kell kiírni oda. Sziahloz rokovanyja. Tehát egy javaslat, hogy levenni. Sziahloz rokovanyja. Igen. Jó, nem baj, megbeszéltük, nem értsük egymást, végül mindenki elfogadta azt a javaslatot, hogy ez pontosan ezeket a eladási föltételeket együtt a testületnek ki kell dolgozni. Erről van szó. Még amíg készíti István, azért mondom, hogy ez nem gyerekjáték elkészíteni egy ilyen föltételrendszer, tehát ne legyen támadható ez a lényege neki. Én se tudom most megmondani hasból, hogy gútai lakhely, vagy csak földobok egy kérdést. Például jön egy idegen, aki szerdáján lakik, itt akar megtelepedni, nem én szerdái lakos adja be. Miért ne jöhetne ide? Na, tehát ezek olyan kérdések azért, hogy... Jó, leülünk hozzá. Uznesenie 870 pejzat roku 2022 stiahol z rokovania. El lehet indítani a szavazást. Ki van amellett, hogy levegyük a napirendről? Tíz igen, és egy tartózkodás, és egy nem mellett levettük. Köszönöm. Jó, egy kicsit elhúzódott, de nem baj. Higgyétek el, ez 10 évre előre mutathat akár ez a eladás. Most vegyük azt például, csak amit előbb mondtam, egy család el akar jönni Gútára megtelepedni, de azt mondja, csak akkor jövök ide lakni, ha már ez telkem. Ha nem kapok, akkor nem megyek oda. Tehát átkör. De elsősorban... Már itt lévő gútaiakat támogassuk, én is azt mondom. Van még két határozatunk, a 876-os, ne álljon üresen ez a lakás, a bizottságot kérdezném, Viola Miklóst, a Dankó Pista 71/7-es. Bizottságunk az anyagban leírtak alapján javasolja megítélni a lakást. Jó, Mezei Ferenc és Mezei Franciska számára adnánk ki ezt. Kérném, kérés vagy kérdés nincs, el lehet készíteni. Lehet szavazni. Tizenkettőgen mellett elfogadtuk, köszönöm. A 877-es, ez képviselő társunk Halász Béla keresett meg ebből a kérdéssel, amit be is soroltunk, esetleg majd átadom neki a szót. Arról van szó, hogy ha jól látom, a 184/1999-es
törvény, és ha úgy tudom, hogy van ennek egy újabb módosítása, fölhívja arra a figyelmet, hogy a 20% fölötti 15, tehát lehetőség van a kétnyelvű közlekedési, ha jól tudom, információs tábláknak a kihelyezésére. Igen. Csináltam gyorsan két képet, délelőtt kimentem a városba, megkerestem, hogy hol is van nekünk ilyen. Tehát nagy valószínűség, hogy azt hiszem, hogy ezekről van szó. Segítsetek. Igen. És arra is gondoltam azért, hogy pont időszerű volna ez, hogy ráerősítsen az önkormányzat egy határozata, hogy kérjük ezeket, mivel ugye ha, szerintem 2-3 héten belül indul ennek a útnak a rekonstrukciója, így is úgy is cserélni fogják ezeket a táblákat, meg újakat fognak kihelyezni, és akkor ennek a döntésünknek a értelmében már kétnyelvű táblákat kéne kitenni. Megkérdezném azért Bélát, ha óhajtasz, hogy... Igen, tényleg csak röviden elmondtad, ez a lényege az egésznek, hogy a törvény lehetővé teszi, de viszont az önkormányzatnak egy határozattal ezt meg kell erősítenie, és eljuttatni a járási hivatalhoz, és akkor, ha legközelebb cserélik ezeket a táblákat, akkor már kétnyelvű táblákat kell kihelyezniük, és ezzel gyorsítjuk meg, és remélem, hogy a többi magyar önkormányzat is ez meglépi, mert maguktól a hivatalok biztosan nem fogják ezt megtenni. Igen. Természetesen kommunikáltam Nyitra megyével, ez mind az ő költségére megy, ugyanis ez 2-3-as állami utakon van, mind megyei kiadás. Nekünk nincs vele kiadásunk, mi ráerősítünk, hogy ezt így kérnék. Németh Iveta, Ferenc László. Pardon, ezt akartam mondani én is, hogy az fizeti mindig a táblát, akihez a út tartozik, tehát nem fogják a cesztések megfizetni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy Nyitra megyéhez tartozik, akkor az, de én azért gondolom, hogy lesz ott olyan is, ami majd a várost fogja terhelni. Úgyhogy azért akartam én ezt mondani, hogy kétszer költség ne legyen, természetesen a ötlet nagyon jó, egyet is értek vele teljes mértékben, de akkor, amikor a táblákat cseréljük, akkor legyen oldva egységesen. Ferenc László. Ehhez a témához azt akarom csak mondani, hogy egyet értek vele, minden föltétel nélkül, de mert ez az utolsó programpont, ugye? Jó mondom? Egy olyan kérésem lenne, még, ezért most még adnám az alkalmat, hogy kérném, hogy jelezzétek, vagy jegyezzétek föl, polgármester úr, a szomszédom kéri, hogy az Alsó utca és a Béke utca kereszteződésén a árok, hogy be van temetve, hogyha lehet, akkor azt. Még mondom őszintén, hogy azért kérem, hiába mosolyogsz be, ugyanúgy te is kérnéd, hogyha helyemben lennéd, mert egészségügyi problémákkal küzdik a szomszédom, és ezért kérem, hogyha lehetne, akkor azt a szakaszt, mert bántja őt, és ezt kéri Alsó utca és a Béke utca szakaszon. Azért mondom, hogy még ragadom most ezt az alkalmat, hogyha lehet, akkor kapják rendbe. Köszönöm szépen, akkor ő nevében is. Jó, természetesen feljegyeztem, nincs ebben gond, és az, hogy ma ugye csak ezeket tárgyaltuk, nincs interpeláció, számomra azt jelenti, hogy ugyanúgy működik a hivatal, van bőségesen feladatunk, a vásár előkészítés, meg ördög tudja mi minden, nyugodtan hívjatok, telefonáljatok, azért a élet nem áll meg, ha valaki el is megy kirándulni, teljesítünk, itt vagyunk, tehát nyugodtan lehet írásba, telefonon, itt vannak, dolgoznak, jó. Ha úgy látom, hogy nincs kiegészítő ehhez a tábláshoz, kérem elkészíteni. Előterjesztés szerint. És lehet szavazni. Tizenhárom igen mellett az önkormányzat egyhangulag elfogadta. Köszönöm. Lezárnám ülést, de megkérek mindenkit, maradjon itt a helyén. Van még néhány megbeszélni való, jó? Köszönöm szépen. Tehát a elfogadott programpontjainkat, napirendjeinket elfogadtuk, és ahogy mondtam, nyugodtan bármi, amit fontosnak találtok, természetesen a nyár folyamán ugyanúgy intézzük. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, és kívánok mindenkinek egy jó pihenést, megérdemelt szabadságot, hogy utána új erővel tudjuk folytatni a munkát. Köszönöm szépen mindenkinek. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, aby som vás privítal na 40. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kolárove.
Dovolte mi, aby som privítal zástupkyňu primátora mesta, prednostu mestského úradu, vlastne on má už dovolenku, hlavnú kontrolórku mesta, vedúcich oddelení mestského úradu a všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny môžeme konštatovať, že je prítomných 12 poslancov. Konštatujem, že je naša dnešná schôdza je uznášania schopná. Pred schválením dnešného programu pristúpime k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Písaním zápisnice poverujem pani Annu Keseliovú, sekretárku mestského úradu. A za overovateľov navrhujem pánov poslancov doktor Mikloš Viola a inžinier László Ferenc. Ferenc László, tiež Viola Mikloš, javaslom jadzököm hitelesítőnek. Lehet szavazni. Deväťkrát áno, jedno zdržanie sa odsúhlasili sme. Poprosím pekne do zápisnice László Ferenca zdržal, takže takto 11-krát áno a odsúhlasili sme overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie navrhujem Anďel Béla, Kockáš Beáta, Halász Béla, do návrhovej komisie navrhujem ich a môžeme hlasovať. Jedenáctkrát áno, jedno zdržanie sa sme odsúhlasili. Zloženie komisie. Ako som povedal na začiatku, ospravedlňujeme sa, ale považovali sme za dôležité, aby sme zvolili túto schôdzu, najmä kvôli postu alebo výberovému konaniu na post riaditeľa kôlbytu. Žiaľ, tak ako podprimátorka povie, považujem za pravdepodobne, že dnes tento najdôležitejší programový bod budeme musieť stiahnuť. Takže náš program, ktorý sme vám poslali, 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kolárove, číslo 1, otvorenie 2, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, číslo 3, voľba konateľa, kolbit SRO, 4, vyhodnotenie verejného obstarávania na rekonštrukciu chodníka a miestnych komunikácií v meste Kolárovo a majetkovo-právne konanie sme zaradili 5, schválenie dlhodobého prenájmu pozemku pre športový strelecký klub X-Shot B, žiadosť o zmenu územného plánu, C, návrh na vyhlásenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti a v bode D je pridelenie nájomného bytu na osade Dankopištu. Bod 6 je návrh a schválenie dvojjazyčnosti dopravných značiek na území mesta Kolárovo. Ak dobre viem, tak tento programový bod nebol v tom, čo sme vám poslali. Bielo Halász navrhol tento bod. O tomto budeme musieť zvlášť hlasovať. O tomto jednom programovom bode, ale ak dobre viem, tak ste to už teraz dostali. Ale aby to bolo presné celé, musíme o tom hlasovať ručne. Kto je za to, aby sme dvojjazyčné dopravné tabule umiestnili? Jednohlasne sme odsúhlasili. Ďakujem pekne. A v bode 7 návrh uznesenia a záver. Toto by boli naše programové body. O tomto by som poprosil hlasovať. Môžeme pripraviť hlasovanie. A môžeme hlasovať. Viacerí hovorili, viacerí neoznám, ale že prídu, neprídu, ale ďakujem pekne tým, ktorí prišli. Určite chýbajú ospravedlnenie tí, ktorí dnes nevedeli prísť. 12-krát áno, jednohlasne sme odsúhlasili. Ďakujem pekne. A ak by ste teraz dovolili zo pár myšlienok, ešte predtým, ako začneme dnešné programové body prerokovávať, poprosil som pána riaditeľa Jana Pasmara, aby prišiel na dnešné zasadnutie. Pravdopodobne všetci poslanci vedia, že pán Pasmár po 31 rokoch skončil svoju činnosť.
ezt a tevékenységet. V základnej umeleckej škole a dobre zaslúžený dôchodok si bude užívať. Ja som si myslel, že napriek tomu nie je to tajomstvo, že Ján Pasmár bol nominovaný na cenu mesta, samozrejme v septembri, októbri, to aj vieme odovzdať. Ja som si myslel, že nie len v kancelárii, aby sme zo pár sa tam zúčastnili na tejto rozlúčke, ale je to skôr také poďakovanie. Poprosil som ho, aby prišiel sem, veď z dlhej roky ste boli kolegovia a chceli by sme mu odovzdať kyticu kvetov. A dovolte zo pár myšlienok. Chcel by som sa poďakovať Jánovi Pasmárovi za tieto 30 ročia. Pre mňa on bol vždy riaditeľ s veľkým písmenom R a môžem to povedať bez hociakého, že by som teraz chcel preháňať, ako sa správa tá jednoduchosť, skromnosť, čo sme v ňom mohli spoznať. Nie mnohí to v sebe majú a bez najmenšieho preháňania môžem povedať, že Ján Pasmár slúžil mestu. V každom bez toho, že by sme priháňali nielen v základnej umeleckej škole, kde bolo viac 100 detí, ktorí išli, ale aj vo svojom voľnom čase, či už ako kantor, či na pohreboch, môžeme povedať, že sme mohli byť pyšní na hlas pána učiteľa, veď tí, ktorí prišli do Kolárova, či už v kostole, či už na pohreboch, povedali, že takéto nepočuť. Ale ak sme ho ohocičo poprosili vystúpenie detí, program, hneď povedal, že áno, tam som. A bolo to zriedkavé, ak som poprosil hoci ktorého riaditeľa, čo potrebujem. Od neho to bolo vždy iné a odpoveď ako od iných. A keď sme sa rozprávali, keď som ho poprosil, povedal, že pozrieme sa na to, spustíme sa do toho. Ale on povedal, my sme to už vyriešili. Presne, precízne, ak by som chcel byť moderný, nemám rád tento internetový svet, ale on je na mojom počítači, bol taká ikona, ktorú keď som otvoril, tak som vedel, že tam bude poriadok a čistota, bez zadných myšlienok, všetko v najväčšom poriadku a mohli sme ho jasne čítať. A pre mňa bol Ján Pasmár, zostane takýto pre mňa. Ďakujeme veľmi pekne, pán riaditeľ, ak ťa poprosím na minútku. Vážený pán primátor, vedenie mesta, samospráva, ďakujem pekne za toto uznanie a len zo pár myšlienok by som chcel dodať. Veľmi dobre vieme, že jedna lastovička leto nespraví. Ja ako riaditeľ inštitúcie som vedel dosiahnuť iba vtedy, keď som mal pri sebe takých nápomocných ľudí, akí aj boli. A odtiaľ to by som sa chcel každému poďakovať, ktorý hocikedy spolupracoval so mnou, že také ciele, ktoré sme si stanovili, sme ich vedeli dosiahnuť. Ďakujem každému pedagógovi, technickému zamestnancovi, hospodárskemu vedúcemu a verím, že tí, ktorí prídu po mne, lebo myslím, že tí, ktorí tam sú zo pár, sú tiež vychovaní v tejto škole, v tomto duchu budú pokračovať a tí, ktorí majú radi
a budú vychovať mládež, ktorá má rada umenie a budú vychovať takých nadaných žiakov, ktorí budú roznášať dobré meno mesta Kolárovo. Köszönöm szépen, és örülök neki, hogy Paszmár János előttől a közénk. Szerettem volna így megköszönni neki tényleg. Nem is hovorím ešte raz celú životnú púť, budeme vedieť hodnotiť. Ešte raz sa ospravedlňujem, že sme zvolali toto stretnutie. Chceli by sme rýchlo prebrať tieto programové body, trošku viac úcty. Odhlasujme naše programové body, buďme dobrí k sebe a potom znova môže začať práca. Ja by som možno navrhoval, aby sme to stiahli z programových bodov. Ja by som odovzdal slovo. Ďakujem pekne. Na májovom zasadnutí sme skonštatovali, že boli neúspešné dovtedajšie výbery, čo sa týka Kolbit KFT. Na tom zasadnutí sa rozhodlo tak, že sa žiadala primátora, aby sa znova vypísalo. Traja sa prihlásili cez stránku Profesia. Keď sme s nimi nadviazali kontakt, keď skončil, aby sme ich pozvali, tak jeden už povedali, že už našiel miesto medzi tým. S ďalšími dvomi sme boli v kontakte. Dohodli sme sa na termínoch, zavolali, pozvali sme ich na dnešné zasadnutie. Druhý uchádzač, ktorý je z Budapešti, on hovoril, že nejakú štátnu skúšku jazykom mal posunutú, nevie získať diplom, preto nesplňa podmienku, že má vysokoškolské vzdelanie a tak sa ani nechcel zúčastniť na pohovore. Čiže ten jeden, ktorého životopis sme poslali poslancom, bol tak, že príde, ale písomne, že sa nebude vedieť zúčastniť. Ja som mu ešte zavolal, že dnes, zavolala, že či dnes, alebo či inokedy by vedel prísť, a povedal, že medzičasom má, kvôli čomu by to nevedel robiť, a momentálne nemáme nikoho, kto by sme vedeli, koho by sme si mohli vypočuť. Komunikácia je u mňa. Teraz už aj ja sám to vidím, takže toto rozhodnutie bude to musieť riešiť ďalšia samospráva. V septembri, októbri, keď sme to ešte vypísali, ja by som poprosil, aby sme tento programový bod stiahli. Nebude to mať číslo však, aby sme mali uznesenie, bolo to tu, rokovali sme o tom, poprosím príprav k voľbe konateľa Kolbit SRO. Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokovania. Neviem, či to má význam. Neviem, či je to dobré, alebo nie. Určite bude. Skôr či neskôr bude mať riaditeľa. Dobre, poprosím pekne spustiť hlasovanie. Thank you.
12 igen mellett az önkormányzat megköszön a tárosztatát. Sztiahli sme to z programového bodu, z programových bodov a ďalšie rekonštrukcia na území mesta. O tomto sme už rozhodli na predchádzajúcom zasadnutí, len toľko, že po zasadnutí výherca mena, neviem, myslím, že zo Šamorína, písomne oznámil, že nevie za toľko peňazí spraviť, za koľko vyhrali. A preto sme si mysleli, že pred samosprávu donesieme druhého výhercu. Ich podanie. Je to korekt KFT SRO 280 8000 plus. Oni sa stiahli kvôli zdražovaniu a že to nie sú schopní. A teraz je to ulica Remesenice školy korekt 376 tisíc. Mierová, Októbrové, Lesná ulica a celá Bernoláková. Dali sme tam do uznesenia, že by sme zrušili naše rozhodnutie a žiadame primátora, aby podpísal s druhým výhercom. Má niekto k tomu nejaké otázky? Ako vidím, nemáme, tak môžeme pripraviť hlasovanie. Trináctkrát áno, sme odsúhlasili. Ďalšie je na predchádzajúce zasadnutie, ja neviem, to domy tromi štýrmi sme rokovali o X-Shot. Kolárovský strelecký klub v krúvom kole samospráva vyhlásila. Teraz sme tu, aby nemuseli čakať do septembra, aby vedeli podpísať zmluvu, aby to vedeli podpísať. A tu je vlastne pred nami to, že berieme na vedomie a o podpísaní zmluvy. Má niekto otázky k tomuto? K tomuto nájmu? Jedno, veľmi rýchlo, poprosím pekne pomôcť. Nie je tu Tomáš Fekata. O koľkých rokoch hovoríme? Tak je napísané, že na dobu neurčitú dlhodobý prenájom. Má niekto otázky? Kérdése vagy kérdése valakinek? Úgy látom, hogy nincs. Lehet készíteni a szavazást. A môžeme hlasovať. A toto je rozvojový územný plán mesta, to aj samospráva súhlasila, že tu na rozhodovaní máme tu dvoch žiadateľov, ktorých vieme zaradiť teraz, ktorí prepracujú územný plán mesta, im vieme posunúť a potom už budeme vedieť zapravo jeden Robert Sabo a jeho manželka, každý ich pozná, majú tamto mesiarstvo, oni žiadajú tam zmenu. A druhé je Tóth Krisztián na Petőfiho rade na ulici Mostnej. Található ingatlanját szeretné másképpen kihasználni. Inak chce využívať, ako to bolo doteraz. On to chce upraviť na vybudovanie takého obytného domu, kde sú 4 bytové jednotky.
és a koeficienst, a beépítési koeficienst pedig módosítani 0,5-re. Ezen a egy parcelán. Ja, sú to tri parcely, kde chce uskutočniť alebo zrealizovať toto. Jó, részemről rendben van, de akkor egyelőre csak arra... Teraz je reč o Robertovi Szabó a Tóth Krisztián, a ich žiadosť by sme zaradili. A posudzovanie odsúhlasenia, alebo nie, to je potom v rámci... A teraz rozhodujeme iba o tom, že či sa tým budeme zaoberať. Ja mám žiadosť v súvislosti s tým, že ideme zmeniť koeficienty na tom území, tak nie na, len na tom jednom území, ale podľa mňa aj centrálne. A város központi részében, hogy változtassuk meg erre a 0,5-re a beépítettséget, mert a legértékesebb területeken mi fákot tartunk, amikor a, például konkrétan nem tam mellett a telek mellett Dögös. Ott van a Dögös erdő tulajdonképpen, ami oxigént produkál, meg abszolút környezet barát. Akkor én nem értem, hogy a város kellős közepén, hogy... Nerozumiem, prečo to tam musí, tam tie koeficienty tam meniť. Zvyšné územie, ktoré tam sú, Brnenské námestie, alebo môžem hovoriť, alebo na Bočnej, na Školskej a na všetkých územiach, ktoré sú tiež v centre mesta. Je to plné stromov, tam je park, park Svätej Rozálie. Nerozumiem, prečo sa máme držať toho na najcennejších územiach, ktoré by sa dali využiť aj inak. A navrhujem, že ak sem dáme 0,5, tak to dajme do celej centrálnej zóny tých 0,5 koeficienta. Köszönöm. Jó, Árgyus Imre. Köszönöm, polgármester úr, nekem... Ja by som mal podobný návrh, a tam je v žiadosti, že chce tam stávať formou obytného domu maximálne 4 bytové jednotky, či zastávanosť 50%, povolenie doplnkových stavieb na bývanie. Ja rozumiem, moja otázka je len to, že koľkokrát zo strany samosprávy, keď bolo takéto... že László Ferenc, je vedľa jeho syna, aj na tom pozemku sa stávali takéto domy, aj na ulici Remeselníckej, na Novozámockej. Preto sa pýtam, ak sa pozriem smerom k domovu dôchodcov a pozriem sa do tej malej ulice, tak na pozemku Hájaš, tam je 50% zastávanosť, tam nie je žiadna zalieň. A ja sa schválne pýtam, nemalo by to byť vždy dohodnuté so samosprávou, alebo pýtam sa pána Mészáros, čo znamená tá 50% zastávanosť a ďalej to, že povolenie doplnkových stavieb na bývanie. V žiadosti Tóth Krisztiána je obytný dom a to je taká budova, kde sú viac ako 3 bytové jednotky. To, čo pán poslanec spomenul, to je radová výstavba. Radová výstavba rodinných domov, amit említettem előbb, és a doplnkové stavby, amit írít a Tóth Krisztián, az pedig olyan kisebb épületek, amelyek a to sú také menšie budovy, napríklad na uskladnenie, garázs is lehet, vagy más ilyen raktározásra alkalmas épületek, kis épületek, nem nagyobbra. To je na do 25 metrov štvorcových také malé budovy. Azon a területen. Abban együtt van a 0,5 a főépület plusz egy. Hát igen, az együtt a beépített. To je zastávané potom budovou. Árgyus Imrének mondom, hogy... To nie je jednotlivé procesy stavebné,
tehát minden egyes építkezésnél, hanem pontosan a városfejlesztési... A práve pri pláne by sme to... ...megengedjük a 0,5-t. Polgármester úr, egyetértek vele, de akkor most az a kérdésem, hogy az a 0,35-re van tartva ezeknél a sorházaknál? Ak sú v centrálnej zóne, teda tá centrálna mestská zóna, tam je 0,4 koeficientu zastávania, to je 0,2 a 3 je na zeleň. Podľa mňa, ak je teraz otvorený plán mesta, to, čo navrhol László Ferenc, neviem, ak to dáme v písomne, tak môže sa na tom pracovať? Chcem povedať, že hovorím to ten 0,5% zastávanosť, lebo chcem aj poukázať na isté veci. Bolo 37 stupňov minulý týždeň. Tam, kde je v centre mesta, kde je betón, tam vlastne ide tá horúčava späť, čo pohľcujú zo slnka. A zeleň v meste je v každom prípade potrebná. A szigorúan betartatni a zöldnek is, azokon a telkeken a zöldnek is az arányát, hogyha ott aztán 0,3%-os ozeleňovanie, alebo zabezpečenie tej zeleného, biztosítása lesz az, akkor legyen szigorúan betartva. A toto v centrálnej zóne, a to, čo aj pán Arduši povedal, chcem na to upozorniť, na ulici Mierovej, tam sú betóny od steny domu po stenu domu na dvore, kde je to v záujme človeka, kde zelené znamená iba to, že by to bolo na zelené zafarbené, ten betón to a potom to zase zo seba vysiela von. Podľa mňa pán Arduši myslel na toto zastávanie. Toto 0,5 týchto, tento koeficient navrhujem, že tým, že to vieme, ale ja by som žiadal, aby to bolo zabezpečené, lebo inak sa, inak nebudeme vedieť vydržať v tejto budove, alebo teda v tomto meste, ja budeme aj o tom aj hlasovať. Ja len stručne chcem reagovať na to, že ja osobne nie som za to, že aby to bolo všetko zastávané. My máme radi mesto tak, ako je to teraz, a má to aj praktické záležitosti stránky, že za odvádzanie vody a tak ďalej. Preto sa snažíme rozširovať, aby sa výstavby tam začali v južnej zóne, aby sa naše mesto ďalej rozvíjalo, nie tak, aby sa zahustilo centrum, ale tak, aby sa to išlo tak istými smermi. Nie som proti, aby sme to zaradili do plánovania, ale musíme to veľmi dobre preskúmať, ale nie som si istá, že ak by sme teraz nechceli, tak neviem, či sa oplatí zaobrať touto žiadosťou, ale z mojej strany to v poriadku, môžeme sa tým zaoberať, ale ten, kto to vypracoval a vypracoval to na 0,5 a na konci povieme, že nech to nie je tak, ak ez így elfogadható a többieknek, akkor a részemről elfogadható, hogy besoroljuk. A egyébként pedig beszéljük meg akkor... Tu si povedzme, že čo, aby bolo veľmi rýchlo prišlo táto žiadosť, nie v najlepšom období, keď sme plánovali takéto rýchle, aby sme teraz o tom rokovali. Ja to vidím teraz tak, že nie dnes by sme to mali prirokovávať, čo je pro a kontra, čo sa na čo vzťahuje, alebo aké sú tam... Ale ja som teraz povedal, že ak teraz odsúhlasíme aj návrh Lászla Ferenca, tak vieme spraviť to, že na ďalší pol rok to môže ísť do komisií, odborných komisií, stavebníci sa tým môžu zaoberať a pravdepodobne to, až budúci rok sa to bude už
odsúhlasovať. Porozprávajme sa to o tom, nevyhoďme to, tieto žiadosti, ale nech odborníci o tom hovoria. Višneďová hlas, biela a potom by sme mohli hlasovať. Keď sme už pri zmenách, ja by som navrhoval prehlasovať, že aby sme stanovili vedľajšie budovy. Pri týchto drobných stavbách je to 25 metrov štvorcových, ale tí, ktorí bývajú tam vedľa sa, bude to pre nich negatívne. Samotná vedľajšia budova, mali by sme stanoviť kategóriu z tých drobných stavieb a navrhnúť to. Toto je môj návrh. Ja chcem upozorniť samosprávu, že sme odsúhlasili, že pripravíme nový. Toto je už 9. zmena, že by sa to tam dalo. A zvlášť žiadosti vieme o nich rozhodovať. Ale v každom prípade, keď budeme hovoriť o novom územnom pláne, tak vtedy by sme sa s týmto mali zaoberať a upresniť to, že aká je zastavanosť. A nie je isté, že všade bude tých 0,5. Ja by som si to lepšie premyslel. Sú tam zvlášť žiadosti, ktoré treba preskúmať. Oveľa menšie zóny budeme deliť a ja vlastne v tomto vidím riešenia. Teraz by som sa s tým nechcel ponáhľať, že ak by sme odhlasovali 0,5, že v celom meste, aby to bolo správené. Ďakujem pekne. Po jednom budeme o tom hlasovať a ručne. Poprosím pekne Ančika do zápisnice. Tri žiadosti odzneli. Porozmýšľame o tom, máme ešte čas, aby sa to prerokovalo aj viackrát. Prvé, čo bolo prišlo písomne, žiadosť Kristiána Tóta, len názov mi hovorte. Sabo Robert je tu pred nami, áno, ďakujem. Ešte žiadosť Roberta Savo, že on tam spracovávať tam chce. Prečo to zmenil tam vlastne ten pôvodný plán? Jeho pôvodný plán bol taký, že spracovanie mesa, takú halu tam chcel postaviť. Keďže momentálne to nepovoluje územný plán mesta, takýto typ výstavby, preto chcel úpravu, aby mohol vybudovať vlastne túto budovu. Bral do úvahy aj, že nesúhlasili tí, ktorí tam sú, že potom sa rozhodol, že tam bude stavať rodinné domy, ale aj vo svojej žiadosti je tam, že sklad by tam umiestnil viacero rodinných domov a sklad by tam bol, nešpecifikoval, že dielňa alebo len sklad. Nie mesto mu to nedovolilo, ale susedia, kvôli susedom stiahol svoju žiadosť. Dobre, najprv o zmenách po jednom. Prvá zmena, ktorá bola žiadosť Tóta Kristiána v ulici Mostnej, to je 0,5% zastávanie. Kto je za to, aby sme to zaradili? Osemkrát áno. Kto bol proti? Kto sa zdržal?
Egy, kettő, három tartózkodás mellett akkor besoroltuk Tóth Krisztiánt. Ďalšie je návrh Lászla Ferenca, ktorý povedal, že on by si predstavoval tak spracovanie, že centrálna mestská zóna, o tom sme hovorili. Általában meghozzuk a döntést, tehát egy ilyen földolgozás történjen, hogy 0,5% legyen a beépítési koeficiens. Ki van mellette? Dvaja sú za. Proti? Ellene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdržal sa? Tartózkodott? 1, 2, 3, 4. Jó, tehát ez nem ment át. Pozmeňujúci návrh Ďulu Višnejho bolo, že... ...városfejlesztési terben, a, hogy hallatszik, segítsetek Imre, a apró épületeknek a besorolása, vagy definiálása? Definiálás, igen. Jo, ugye ez pontosan... Že čo je to presne a ako sa to dá, tieto malé budovy? A törvény is megszabja, de be lehet írni ilyet is. A törvényen nem léphetjük túl, tehát ahogy a... Zákon nemôžeme prekročiť, je to všetko dané v zákone, ako sa to môže spraviť. Tak je to, že od tohto väčšie nie. De ezt a törvény kimondja, maga a építési törvény kimondja. Ale hovorí o tom samotný zákon, pán primátor, tak by to malo byť iba dané, dodržané, netreba to definovať. Len zo strany úradu to treba dávať, teda treba dbať o to, aby to bolo dodržané. Ďu si tu myslel na niečo iné, presne, územný plán mesta by definoval, že k akému, aké budovy sa môžu stavať a že to tam patrí do toho koeficientu, lebo sa môže stať, že dajme to do toho a potom nech to potom vypracuje, že vybudujem doma, rodinný dom a potom prídem a budem stavať a potom už stratím. A ja potom už ani nemôžem tam drobnú stavbu dávať. Ja neviem, mne je to jedno. A zase hovoríme o takom, že teraz sa to objavilo a nezaobrali sme sa tým, kto je za to, aby sa pozmeňujúci návrh Višne Jussiho dostal do toho procesu spracovania, kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jednohlasne sme odsúhlasili, ďakujem pekne. És Szabó Róbert, mivel ez nem módosító javaslat volt, hanem eredeti javaslat, tehát ahogy megyünk az Ócsai úton, abba a kanyarba, ott kér módosítást, tehát lakóépület és raktárat megépítésére. Jól mondtam, Imre? Köszönöm. Igen. Ki van Szabó Róbert kérelmének a besorolása? Nehnevájte sa, zase to nepomenúvajte tak, ako to má byť. Po roku, pol druhého roka, toto človeka sme doniesli sme ho do takej situácie, že nemôže spraviť nič také, iba to, že ten tú pozemok, ktorý kúpil s tým cieľom, dostal vlastne aj sľub, že to bude môcť spraviť. Ja beriem, že susedia sa sťažujú alebo čo, ale dostali sme ho do nepríjemnej situácie a nevie, čo spraviť. Ja neviem, nakoľko to viete, on to bude robiť potom v Nesvadoch, lebo v Kolárove to nevedel spraviť za pol druhá roka. Čo ja považujem za dobré, alebo nie? Podľa mňa kolárovský podnikateľ by mal mať možnosť a príležitosť, aby to vedel spraviť a nie, že dostať ho tam, že on musí ísť do Nesvad.
Podľa mňa je jeho miesto tu a nedostal to vlastne. Pred chvíľou som sa pýtal, tak teraz poviete, čo je pravda, lebo teraz ma to už hnevá absolútne. Nemôže sa tam vybudovať firma na spracovanie. Nepodal žiadosť. On tam chce stavať rodinné domy a sklad. On chcel mesovýrobu. Prečo to tam nie je? Teraz sa zastalo zasa to, že odíde do Nesvan. Aký je dôvod tohto celého teraz? Bolo to tu, my sme o tom vedeli, a ja sa tak pamätám, že sme to odhlasovali, aby sa to dostalo do procesu. Ja musím povedať, že ja by som určite pomohol, nad jeho pozemkom tam je vedenie vysokého napätia. Ja som podpísal, že to môže presunúť so súhlasom mesta, on by zaplatil. A s elektrinou tam nebol problém, s územným plánom mesta. Vnímam to tu trošku tak chaoticky, lebo keď je v územnom pláne mesta, tak ako pán inžinier hovorí, že to nie je dovolené, tak v zámere je, že my podporujeme domácich podnikateľov a zamestnanie, ale ak to nedovolí, tak pravdepodobne samospráva to musí pomôcť zmenou. A preto mi trošku chýba, že tento proces, toto sa neobjavilo pred samosprávou, toto mi chýba. A keď je to tak, že ak je všetko dobré a všetko v poriadku, tak ani naďalej nerozumiem, že čo je problém. Toto je v žiadosti rodinné domy, sklad. A druhá vec, čo sa nedostalo k nám, majitelia susedných pozemkov nevyjadrili súhlas, čiže vyjadrili svoj nesúhlas. Teraz máme túto žiadosť tu. Samotné nevie sa priblížiť k nehnuteľnosti od úradu. Viac mesiacov trvalo, kým vedel vybaviť, aby sa tam vôbec dalo chodiť. Dobre, tak ešte sa vrátim. Ja to od neho viem tak, že kvôli mestu nevie uskutočniť. Aspoň on to hovorí. Tak prečo to hovorí? Ja som sa opýtal ešte raz, ak sa dobre pamätám, táto žiadosť tu raz bola, aj vedeli sme, že čo tam bude, so všetkým sa zaobrali preložením kábla a tak ďalej. Čo sa tu stalo? Za 3-4 mesiace, aj to viem, že mal už vybraté, že kto bude robiť tú jeho halu, stavebné, všetko, aj konštrukciu objednal. Chcem sa opýtať, že tam vonku všetko sa dá podľa mňa vyriešiť a tu riešime, že ako to tu má byť. Tam dávajú vlastne auta. Nechcem vlastne hovoriť, nechcem napádať ani pekárenia. Teraz sa tu riešime niekde tam na samotke, aby vybudoval niečo takéto. A teraz má prekážku a ja nerozumiem týmto procesom. Neviem, možno raz pochopím, ale teraz nie. Preto je tá žiadosť tu, lebo už iba to vie spraviť s touto. A nič iné s tým nevie spraviť. Nejaká komunikácia pravdepodobne bola chybná, nie málo peňazí sem do toho dal. Aj viem, že susedia nesúhlasili, ale stálo ho to nemálo peňazí a potom vlastne výsledok je to, že on to berie potom do Nesvan. Ale povedzme aj to, že majitelia nechceli, teda vedľajšieho pozemku nechceli tam spracovať spracovanie.
osípaného mesa. Van itt a Szabó Robinek egy kérelme, be fogjuk sorolni, áttárgyaljuk, ha úgy van. Még akart valamit a Adrika? Hociakom, v takomto prípade si myslím, že aj obyvatelia, aj susedia, aj ich postavenie sa k tomu vždy sme pozitívne podporovali. Jedno hovoríme o malom alebo veľkom, ale ja si myslím, že tu susedia a všetko by sme mali brať do úvahy a aj vtedy, keď hovoríme o kolárovskom podnikateľovi, pri jednom hovoríme počúvame na názor obyvateľov a pri druhom zase názor podnikateľa. Ja si myslím, že rovnako by sme to mali, aj hoci ako aj keď ľutujem, že odíde. Dobre, budeme hlasovať ručne. István, el lehet készíteni a... Môžeme pripraviť. Kérvény, ugye, a egyes ide majd bekerül, ezt most én elmondom, amit jóval... Szabó Robert, Tóth Krisztián a Visnyei Gyula. És Visnyei Gyula kérelme. Valamint benne van egy kettes pont. Spejzaki és Jadosti Esztuszi Eszaró, ők visszamondták... Oni stiahli svoju žiadosť, a toto bude mať tri časti. Budú zaradené, és felsoroljuk azt a három. Szabó Robi, Tóth Krisztián és a Visnyei Gyula javaslata kerül. A takto sa to dostane potom do toho. Kérem a javasló bizottságot, hogy nézzük el. El lehet indítani. Lehet szabad. Odsúhlasili sme, pripravili sme návrh na južnú zónu, aby sa to neskončilo. Na predchádzajúcom zasadnutí samospráva odsúhlasila. A tam, že zo Záhradníckej ulice, keď ideme do Lavák, dobre viem, vytipovali sme si 12 pozemkov, 11 rodinných domov a máme tu žiadosť na bytový dom, na kúpu a skúsili by sme tak vypracovať podmienky a chceli by sme vidieť mechanizmus celého, že ak by sme spustili tento proces, takže nie na celé, aby sme to spustili na také pozemky, ktoré budú mať infraštruktúru a budú tam vedieť stavať, ale sme zvedaví na proces a možno pani podprimátorka povie o tom viac, že nakedy vlastne budú tieto podmienky hotové. Pripravili sme podmienky, momentálne je to ešte tak pripravené, že ako aj doteraz sme to zvykli vyhlasovať, tieto pozemky s takým rozdielom, že s takým istým systémom pri hornej časti ulice tých 11 domov, to čo je už predaných, to je tam žltým označené, tam je tiež elektrina a toľko rozdielu je tam, že pri rodinných domoch sú také podmienky, že fyzická osoba môže kúpiť tento pozemok a jeden záujemca môže kúpiť jeden pozemok a pri bytovom dome je hlavná podmienka to, nie súkromná osoba, ale podnikateľ môže kúpiť a všetky podmienky sú vymenované v prílohe. Preto sme navrhovali spustiť predaj pozemkov, lebo na predchádzajúcom zasadnutí sa to skončilo s tým, že sme nevedeli, že čo
bude s elektrinou, sme hovorili s nimi, oni povedali, že chcú dodržať tých 300 dní a to, čo je napísané v tejto zmluve o spolupráci, čo podpísala zmluva a elektrárne, tak všetky podmienky sú splnené na to a dali aj potvrdenie o tom, od vydania potvrdenia majú 300 dní na to, aby postavili toto dielo. Oni vyhlásili, že oni sa toho chcú držať. A mohla by začať samotná výstavba pre tých, ktorí kúpia pozemky. Okrem toho sme hovorili s právnikom, že ak by sa objavilo iné, na to hovoril pán primátor, že iné podmienky, ktoré by sa zapracovali, hovoríme o južnej zóne, a ešte plus 30 alebo 40 domov a radové domy a bytové domy, tak by samospráva hovorila o tom, že ktoré sú tie podmienky, ktoré by sme tam zapracovali, aby to bol napríklad Kolárovčan, neviem, takéto, nie, že toto sa dá, možno sa toto nedá zapracovať. A na septembrové zasadnutie by sme to vedeli doniesť. A týchto 10-11 miest by sme mohli vyhlásiť, lebo samospráva a že ak by to nešlo dobrým smerom, tak by sme a mohli, chceli by sme pomôcť tým, ktorí by už chceli kupovať pozemok, aby už vedeli to spraviť čím skôr. Toto by bolo také prvé kolo a je to tak, ako náš že osobitný zreteľ, mladá rodina, tu má zamestnanie. Aprólékosan szét dolgoznánk a képviselőknek a javaslatai alapján. Lengyel István. Chcem sa opýtať, že čo je dôvodom to, že v jednej ulici, že len jednu stranu budeme vyhlasovať. Hát mostan, ha az a utca rész is, én úgy tudom, az a felső hullám részéről beszélünk, ami közművesítésre fog kerülni, ha fog... A aký je dôvod, že nebudeme vyhlasovať obi dve strany a je tam jeden dom vybudovaný na tej strane, kde nechceme dať návrh. Podľa mňa to stačí, lebo podľa mňa to nikto nekúpi. Na to jedno máme záujemcu, aj preto sme navrhli a uvidíme, že ako to bude potom. A za tú cenu, za ktorú ponúka mesto. A druhá otázka, že prečo nechceme tú časť tak isto. Chceme dodržať postupnosť, aby sme vedeli kontrolovať. Že z jednej rodiny prišlo 5 žiadostí a chceme to skúsiť takto a v každom mesiaci by sme to priniesli vlastne potom. Ja by som len doplnila odpoveď len toľko, že preto je 11 miest, lebo normálnym spôsobom to vyhlasujeme, tak ako aj doteraz sme zvykli, že treba to vybrať z pozemkového fondu a tak ďalej a na jar by sme pripravili také, kde ďalšie podmienky, ak by chceli zabudovať, ak by nechceli, ale takýmto spôsobom by sa to vyhlásilo, tak pravdepodobne to vieme spraviť na september aj ostatné parcely. Aj teraz môžeme rozhodnúť tak, že všetky ostatné parcely dáme a máme pred sebou aj návrhy.
ez a képviselőkön múlik. Meg azért nem mindegy, ugye? Á, nie je jedno, teraz sme povedali, že chcú dodržať tých 300 dní, ale ten, kto sa toho drží, ten, kto je zodpovedný, povedal, že chcú sa toho držať a nikto nám nevie garantovať, že dostanú za 2-3 mesiace a možno povie, že áno. Ak ste videli práce, tak je to smerom tam tu pri klasickej zbrojnici, ale pán primátor, ja vám teraz nepodpíšem nič, nepoviem, že čo kedy sme podpísali a sme dostali, a preto takto postupne nežiadame nič. Môžem ešte tú mapu a potom aj hovorím. Celé toto by som otočil, lebo to robíme, lebo chceme predbehnúť to, aby sa to nedostali takí, ktorých nechceme. Tak sme mali spraviť to, že najprv vyhlásime mladým Kolárovčanom, že toto je náš prvotný cieľ, aby sme takto rozšírili počet Kolárovčanov alebo hocičo. Ja som si zobral tú námohu a pozrel som sa v Trsticiach to, ako robili. V 2021 odovzdali pozemky, takže podporovali miestnych a dali podmienky, vyhlásili súťaž a podľa mňa týchto 11 pozemkov, to by sme mali spraviť takto a v 5 bodoch stanovili určité podmienky a bodovali toto všetko. A ten, kto dostal... Ilyenek voltak benne feltételeknek, hogy állandó lakhelyen kell bútán lennie, házasságban vannak, vagy egyéb kötelékben, ez mind más. Čiže vek, ten, kto bol starší, ten mal toľko bodov, mladší toľko. Van-e kiskorú gyermek, és minden gyermek után kapott bizonyos pontot is. A podľa toho potom všetky týchto bodov, ktoré spočítali. És hogyha ezek a rendszer megvan, našim cieľom je, aby sme podporovali mladých Kolárovčanom. A tak potom budeme vedieť toto ovplyvňovať. Ale to, že najprv dáme takto na divoko, a potom tomu nedáme a preto nedáme. Podľa mňa takto by sme to mali robiť, takto naopak. Nemali sme komisiu, nerozprávali sme sa o tom a na september to budeme vedieť. Ja musím povedať, že súhlasím s Bielom Halasom, ja som hovoril, že by som sa s tým neponáhľal. Nikto nám nebude robiť zle, ale len toho sa bojím, že dve kritériá by sme napísali raz tak a raz tak. Tak to berme odvážne, tak tieto kritériá, ktoré samospráva zaradí, viazanosť v mieste, zamestnanie, vek, a pokúsme sa zaradiť to, čo sa dá. A teraz niečo vyhlásime takto, bežným spôsobom. O mesiac vypracujeme druhý systém. Ja by som sa s tým neponáhľal, poviem úprimne. Tak ako pani podprimátorka hovorila, že by sme sa k tomu mohli vrátiť, že podmienky vyhlásenia, ak sa dobre pamätám, tak si hovoril poľnohospodárske. Veľmi opatrne sa s tým treba narábať, keď sa to vyberá z pozemkového fondu. Niekedy to môže byť aj 2000 eur a nezabudnime, to je dosť veľa peňazí. Ja teraz nechcem poučovať, ale vyhláška z roku 2013 už hovorí o týchto možnostiach. Odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na pozemok pod rodinným domom s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 metrov štvorcových s dvoma nadzemnými podlažiami 160 metrov štvorcových, teda tu uľahčíme na, teraz znížime ich budúce výdavky. Toto je vyhláška 58, by bolo dobre zahrnúť do podmienok, že oni za to nebudú platiť, oni musia požiadať v pozemkovom fonde. A v skutočnosti mňa upozornili z úradu, ktorí chcú dobre
Kolárovcsanom, a toto by som chcel... Na takú vec by som chcel upozorniť, ako bode 3b, a znie to tak, že súťažiaci prijíma podmienku, že na predmetnom území nie sú vybudované inžinierske siete. Áno, oni to berú na vedomie, napriek tomu to kúpia. A ja si myslím, že mesto je tu prísľub, že za 300 dní tu bude elektrina. Ale mali by sme v termíne zahrnúť aj to, že my ako mesto, dokedy tieto podmienky zabezpečíme. Je to vlastne v súvisle aj s kolaudáciou. Ak k tomu vrátime, poprosím aj takto. A ja sa tiež pripojím k Bélovi Halásovi. Teraz stiahneme. Neodsúhlasme tieto podmienky vyhlásenia verejnej súťaže. Nech si k tomu sadnú odborné komisie, naozaj nech sú vypísané také podmienky, ktoré sú prijateľné samospráve aj väčšine. Ak sa pamätáte, aj na poslednom zasadnutí sme sa zaoberali týmto výpisom, vyhlásením, rokovaním verejnou súťažou. Ja presne som povedala to, čo Béla Halás teraz zopakoval a povedal, ako to fungovalo na iných miestach. Princípom bolo to, že aby sme podporovali mladých, keď sme hovorili o južnej zóne. Ja som to povedala na minulom zasadnutí, povedala som aj to, že sa čudujem, že hocikoľko pozemkov môže kúpiť, vtedy to ešte bolo tak pred nami. Vtedy ma upokojili tým, že nemyslím si, že všetko kúpi jedna osoba za viac 10 miliónov eur. Teraz počujem, že jedna osoba môže kúpiť jeden pozemok. Je to tak veľa nejasných otázok. Ja tiež hovorím, a prerokujeme to a potom nech sa tým zaoberáme. Fekete Tomáš hovoril, že sú v okolí podobné predaje chotín pribeta. Opýtame sa Bélu. A to sa dá všetko vypracovať tak, aby samospráva vedela rozhodnúť. A potom spokojným svedovým môžeme rozhodovať a byť spokojný, že dostane tak ten, kto si to aj zaslúži. Ja súhlasím s tým, čo odznelo už predo mnou. Viackrát odznelo, že chceme podporiť mladých Kolárovčanov, preto nepovažujem za správne, aby sme takto rýchlo. A v septembri sa s tým vráťme a budeme o tom hovoriť. Myslím, že toto som povedala na začiatku, že zvlášť podmienky by sme chceli. Tie podmienky by sme potom na september vypracovali a to je to, že reč iba o tom, že by sme spustili predaj pozemkov tých 11 miest. A by bolo dobré, aby sa prihlásili. Nemyslím si teraz osobne, že viac 100 ľudí sa bude hlásiť a nebudeme to vedieť vyhodnotiť. A pritom začneme vypracovať podmienky. To, čo povedal Béla, na to isté som myslela aj ja, že takéto podmienky treba vymyslieť. Nie je s tým problém. Dnešný deň to musíme stiahnuť. Ja nehovorím, aby to vypracovala komisia, ale niekedy v septembri nech si sadnú poslanci a nech si povedia, že ktoré sú to tie podmienky, že si to vieme predstaviť. Ja súhlasím. A teraz za všetky naše pozemky začneme predávať za rovnakých podmienok. Igen.
Ja som tiež v každom prípade myslela na to, aby boli jednotné podmienky pre všetkých, nepredávajme pozemok tak alebo onak. Pri odborných komisiách som nemyslela na to, že oni to budú riešiť. Odsúhlasené bude to, čo povedia odborné komisie, ale ich názor v každom prípade si musíme vypočuť a samozrejme tie názory si dostaneme tiež. Samospráva odsúhlasuje podmienky a potom aj odsúhlasuje predaj a potom, aby sme vedeli povedať, že prečo áno, prečo nie. Ja ako primátor navrhujem, aby sme toto uznesenie stiahli z rokovania a na tomto budeme pracovať ďalej. Ja budem rád, ak tomu budete vedieť pomôcť. Neboli, tak povediac, nezákonné podmienky, že sa toto nedá, ale budem rád, ak pomôžete. Poprosím ešte návrh na uznesenie, aby primátor zvolal poslancov, aby sa stanovili podmienky. Tie podmienky musíme prerokovať s právnikom a keď my to spravíme opak, že najprv s právnikom a oni to potom nesúhlasia s tým, tak chcem tomu predísť a chceme, aby to boli tieto podobné podmienky, aby bol Kolárovčan, aby mal rodinu. Aké podmienky? Toto zapracujeme a dohodneme sa vlastne s právnikom a potom to budeme prerokovávať v septembri. Toľko by som povedal, že finančná komisia, stavebná komisia, máme frakcie, aby sa čím skôr išlo s tým pracovať. Nie som si istý, že teraz si musíme sadnúť. A tiež si myslím, že nemusíme si sadnúť. Tieto podmienky, kde to funguje, ak to niekde vie pozbierať, tak to poskladáme a pozrieme sa, ktoré sa nám páčia. V poriadku, že advokát si to pozrie, ale dúfam, že nie tak ako zmluvu Balsedu, lebo tak potom chcem iného právnika. Kedy si to pozrieme? Podľa mňa cez e-mail sa dohodneme, že ja to viem napríklad poslať. Kto má ešte niekto iné podmienky, alebo máte vy. A pošleme to poslancom a môžu sa k tomu vyjadriť. Keď sa k tomu dostaneme, naozaj jednu vety. Ďakujem pekne, ja mám tiež taký návrh, to je taký materiál, že ide na svojou cestou, ako má vedenie mesta, nech pripraví návrh, nech to prejde cez komisiu a potom sa to bude vytvárať a riešiť. A kým sa to dostane sem, každý poslanec sa s tým oboznámi a potom sa vieme rozhodnúť. Poslanci o tom budú rozhodovať. Dostanú to včas, ak to chce, bude sa tým zaberať, ak to... Odborníci to poskladajú a potom budeme to sedieť. Môj návrh je, aby si zvolal poslancov mimo rokovania. Ten, kto sa chce vyjadriť k tejto téme, alebo má dobrý nápad, iste, že príde na toto stretnutie. A na základe tohto... A potom budú vedieť ostatní prerokovať podmienky a v septembri ešte budeme mať zasadnutie a potom už budeme vedieť. Köszönöm szépen. El lehet indítani a szavazást. Lezártam a diskúziót. Én fogom eldönteni, és biztos, hogy összehívom azokat a képviselőket, akiket ez érdekel. Samozrejme, že zavolám poslancov, tých, ktorých to zaujíma. 10, aki szeret, akkor egyről beszélünk erről. Teraz to návrh je ten, že aby sa to stiahli, aby sa to stiahlo z rokovania. Stiahnuť z rokovania.
Dobre, povedali sme si. Beszéltük, nem értsük egymást, végül mindenki elfogadta azt a javaslatot, hogy ez pontosan ezeket a eladási föltételeket együtt a testületnek kiköltözik. Samospráva to musí spoločne vypracovať. Toto nie je iba taká detská hra, pripraviť takéto podmienky, aby sa to nemohlo aby to nemohlo byť napadnutelné. Príde cudzinec, ktorý chce prisťahovať, ale žije v Dunajskej strede, tak nemôže sem prísť. To sú také otázky. Dobre, sadneme si k tomu. Uznesenie sa stiahlo z rokovania a môžeme spustiť hlasovanie. Desaťkrát áno a jedno zdržanie sa. Ďakujem pekne. Trošku sa to natiahlo, ale nevadí. Toto aj na 10 rokov dopredu sa to môže už ukazovať. Rodina chce prísť. Ak nedostanem, tak neprídem. Ale v prvom rode, aby sme podporovali už tu žijúcich Kolárov Čatnov. Mám ešte dve uznesenia, aby ten byt nestal prázdne. Viola Mikloša, aby som sa pýtal. Danko, píš to 71/7. Naša komisia navrhuje odsúhlasiť prenájom bytu Mezei Ferenc a Mezei Františka. Mezei Františka számára adnánk ki ezt. Kérném szava ellen. Kérés vagy kérdés nincs, el lehet készíteni. Môžeme hlasovať? Lehet szavazni. Biela Halás ma pohľadal s touto žiadosťou. Odovzdám slovo po prípade reči o tom, že na základe zákona upozorňuje na to, že pri istom množstve alebo vyššom percente, myslím, že 15% je možné dvojjazyčne vypisovať informačné tabule. Spravil som. Bol som sa pozrieť v meste, kde takéto máme. Myslím, že o tomto je reč. Pomôžte mi. Myslel som na to, že by bolo na čase, že aby samospráva posilnila, že žiadame, lebo o 2-3 týždne sa začne s rekonštrukciou cesty, aj tak budú meniť tieto tabule a v zmysle tohto rozhodnutia už budú dávať dvojjazyčné tabule. Opýtam sa Bielu, ak chceš k tomu niečo povedať. Áno, naozaj len stručne, povedal si, toto je podstata celého, že zákon to umožňuje, ale samospráva to musí posilniť rozhodnutím a poslať to do okresného úradu. A keď sa najbližšie budú meniť tieto tabule, tak už musia umiestniť dvojjazyčné tabule a tým sa to urýchli. A verím, že aj ostatné maďarské samosprávy to spravia, lebo úrady to samé od seba nespravia. Samozrejme som komunikoval s Nitrou, to je všetko na ich výdavky, to sú triedy druhej, tretej cesty, my nemáme výdavky, my len posilníme. Németi Veta Ferenc László.
Chcela som povedať aj ja, že ten platí, kto tabulu, kto, ku komu patrí cesta, lebo nebudú to neplatiť. Ak povieš, že to patrí k Nitre, ale ja si myslím, že bude tam aj také, že čo sa bude týkať mesta. A preto som chcela povedať toto, že dvakrát, aby výdavky neboli, samozrejme nápad je veľmi dobrý, ja súhlasím v plnej miere, ale vtedy, keď sa budú meniť tabule, tak nech sa to spraví jednotne. K tejto téme len toľko chcem povedať, že súhlasím bez podmienok. Toto je posledný programový bod, dobre hovorím. Jednu takú žiadosť by som mal, chopil by som sa príležitosti, poprosil by som, napíšte si, pán primátor, môj sused žiada, aby ulici Dolnej a Mierovej na tej križovatke, Jarok je tam zasypaný. Tiež by si žiadal, má zdravotné ťažkosti a bol by som rád, ak tá časť by bola, ten úsek by bol spravený, ulica Dolná a Mierová na tej križovatke. Preto sa chopím teraz príležitosti, že ak môžem, nech to dajú do poriadku. Ďakujem pekne aj v jeho mene. Dobre, samozrejme, nie je s tým problém. Iba toto sme rokovali, nemáme interpelácie. Takisto funguje úrad, máme dostatok úloh, príprava jarmoku, volajte. Život sa nezastaví, aj keď niekto odíde na dovolenku. Písomne, telefonicky sa môže, sú tu, pracujú. Ak vidím, nemáme doplnenie k tomuto, tak poprosím pripraviť hlasovanie. A môžeme hlasovať? Trináctkrát áno, samospráva jednohlasne odsúhlasila. Ďakujem pekne. Ukončil by som zasadnutie, ale poprosím každého, aby tu každý zostal. Máme ešte zo pár vecí na prerokovanie. Čiže odsúhlasené programové body a uznesenia sme odsúhlasili. Ako som povedal, hoci čo považujeme za dôležité počas leta, takisto budem vybavovať. Ďakujem pekne každému za trpezlivosť a prajem každému dobrý oddych, dovolenku, aby sme sa potom s obnovenými silami mohli vrátiť a pokračovať vo svojej práci. Ďakujem pekne každému.